Olyan ő egyébként jó vizsgálgató is volt, úgyhogy ez a kettős képzettség majd meg fog látszani erőteljesen az előadásán is. Nálunk végezte a néprajz szakot, most a BTK Néprajztudományi Intézetében dolgozik, és egy lendületprojektet vezet. Hogyha valaki nem tudná, hogy mi ez a lendületprojekt, most tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez a legnagyobb presztízsű magyarországi pályázat, amit annak idején hoztak létre, hogy ebbe a külföldről hazacsábítsák a szürke állományt. Hát a Danit otthonról kellett hazacsábítani, egyenlőre működik a dolog. Én nem is szaporítanám a szót, én nagy szeretettel üdvözlöm a Danit, és köszöntök mindenkit, és átvisodom a szót. Köszönöm szépen. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek ezen a szeminárium sorozaton, és akkor megpróbálom megosztani a jelzőt és képernyőt. Hát rákattint. Látjuk. Jó. Jó. Most nem. Most hát. Igen. Akkor itt nekem is a gépen meg kéne is a PPT-t, hogy... Az ablakon, lent a tálcáról nyisd meg magadnak azt az ablakot. Most ezt megnyitottam. Ez a PPT-d akkor, ugye? Igen, igen. Akkor jó, mindenki mindent lát. Jó. No, hát én Gyimesről szeretnék mesélni az elkövetkező másfél órában, és a gyimesi gazdálkodásról azon belül is, elsősorban a kaszáló használatról. Ahogy szóba is került, ugye én alapvetően biológiával kezdtem el foglalkozni, és ennek során tűnt fel az, hogy nagyon fontos az, hogy ahhoz, hogy megértsük egy tájnak az élővilágát, növényvilágát, ahhoz nagyon fontos azt is tudnunk, hogy azok az emberek, akik gazdálkodnak abban a tájban, azok mit gondolnak erről, és mit tudnak, és mit ismernek. Úgyhogy erről szeretnék most egy kicsit beszélni. Alapvetően erről a képről szeretnék beszélni az elkövetkező 75 percben. Ebben a képben minden benne van igazából, amiről szó lesz. Ugye ez egy kaszálóról készült kép, ami látszik azt, hogy ilyen kicsik a kaszáló parcellák Gyimesben. Ahogy a beharangozóban is írtam, ezek tényleg nagyon kicsik kaszáló parcellák, olyan 0,3 hektár körül van az átlagos parcella méret Gyimesben. Ezeket egyébként ilyen egykori erdők helyén alakították ki ezeket a gyepeket, és minden parcellát más-más család használ. Itt nagyon jól látszik ezen a képen, hogy a középső parcella az már kicsit régen bele lett kaszálva, már szépen sarjad a fű, azért ilyen szép élénkzöld. A jobb oldali az még nincsen lekaszálva, azért ilyen barnót virágoznak a füvek, a bal oldali pedig ugye nem régen lett lekaszálva, és még ott van a széna. Úgyhogy erről a tájhasználati sokféleségről szeretnék igazából majd részletesebben beszélni, hogy egyrészt milyen nehéz ennek a tájhasználati sokféleségnek a fenntartása, és másrészt arról, hogy ehhez milyen tájismeretre, ökológiai ismeretre van szüksége a gazdáknak, hogy ezt működtetni tudják, és hogy milyen problémákkal kell ennek a gazdálkodási rendszernek szembenéznie. Aminek köszönhető, hogy még létezik ez a tájhasználati rendszer, az egyébként a kaszálógép, ugye itt ebben az idézetben is látszik, hogy ezt a gyimesiek is érzékelik, hogy milyen sokféleség van ezeken a kaszáló parcellákon. Tulajdonképpen, hogyha majd mutatok később képet arról, hogyha ránézünk egy-egy hegyoldalra, akkor a virágoknak a színéből is látszik az gyakorlatilag, hogy hol vannak kaszáló parcella határok. És aminek köszönhető, hogy ez még működik, az ez a bizonyos ilyen egytengelyes kis alternáló kaszálógép. Ezzel vágják le a gyimesiek a kaszálóknak az ömét. Azt tudnunk kell, hogy Gyimes ugye három faluból áll, és körülbelül 16 ezer hektárnyi gyep van ebben a három faluban, aminek a fele kaszáló. Igazából Európában nincsen máshol ekkora ilyen kis kézigépekkel, meg kézzel kaszált terület máshol. Már a Maros vetekszik csak ezzel a területtel ilyen szempontból. És hogy miért is szeretjük annyira, arról is mutatnék még egy képet, hogy ez a ilyen nagyon
úgymond természetbarát tájhasználati mód, az tényleg ilyen hihetetlenül virágokban hihetetlenül gazdag gyepeket eredményez, ami egyébként a gyimesieknek azért is jó, mert hogy azt tartják, hogy a teheneket a legjobb ilyen szénával takarmányozni. Ők úgy mondják, hogy a lapis széna jó a teheneknek, mert jól tejelnek tőle. Tehát az olyan szén, amiben nagyon sokféle ilyen kétszikű leveles fa is előfordul, nem csak a fűfélék vannak jelen. És hogy hol is van ez a gyimes? Itt hoztam egy térképet, csak gyorsan az elején megmutatni. Ugye ez a keleti Kárpátokban, a Kárpát-medencének a legkeletibb részén található. És hogy hogy is működik így alapvetően a kaszálóknak a használata, ugye tulajdonképpen egy ilyen csúnya szóval ezt ilyen ökoszisztéma szolgáltatásnak is mondhatjuk, hogy a gyimesi gazdáknak szüksége van erre a természeti erőforrásra, a szénára ahhoz, hogy a gazdálkodásukat működtetni tudják, mert hogy alapvetően tejtermelő szarvasmarhatartásra épül itt a gazdálkodás, és hát olyan nagyjából olyan 6-7 hónapot istálóban vannak az állatok, és a teheneknek olyan 2,5-3 tonna szénára van szüksége egy ilyen téli időszakban, és a családoknál általában azért 2-3 tehén van, tehát olyan 9 tonna szénára van szükség ahhoz, hogy a teheneket kiteleltessük, plusz a lovaknak meg még ennél is többet. Szóval tényleg hihetetlen mennyiségű széna kell ahhoz, hogy ezek a családi gazdaságok működni tudjanak. És ahhoz, hogy a gyimesiek ezt a rendszert működtetni tudják, ugye használniuk kell a tájat, használniuk kell ezeket a gyepeket, ezzel nyilvánvalóan hatnak a tájnak az állapotára is, és ezt a hatást ők folyamatosan monitorozzák. A későbbiekben majd megmutatom azt, hogy milyen indikátorokat használnak arra, hogy a tájnak az állapotát figyeljék és kövessék. És hogyha úgy látják, hogy nem jófele haladnak ezek a folyamatok, akkor változtatnak az eljárásokon, és visszacsatolnak tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy értékelik ezeket az állapotokat, változtatnak az eljárásaikon, és egy ilyen alkalmazkodó adaptív tájhasználati gyakorlat alakul ki sok esetben, ami pedig aztán be is épül az ökológiai tudásukban. Ami érdekes, hogy ez a táj, ez nagyon nem így nézett ki, amilyennek most ismerjük, hogy alapvetően a 18. század elején, hogyha megnézzük a katonai felmérések térképeit, amik itt 1792-ben készült az első, akkor alapvetően még egy erdősült tájat találunk, amin a hegygerinceken már látszanak írtások, ugye a román pásztorok már az 1650-es években is felszólítást kaptak arra, hogy hagyják abba az erdőírtásokat a hegygerinceken, ott legeltettek már, illetve a patakvölgyekben voltak olyan területek, amik nem voltak erdősültek. Az idézetben is látszik, hogy a gyimesiek így a mai napig tudják azt, hogy amikor ők itt megtelepedtek ebben a tájban, akkor alapvetően egy erdősült terület volt. És emlékeznek arra, hogy ilyen nagy kiterjedésű erdőterületek voltak. Hát, hogy honnan ered a népesség, arra van egy ilyen bevett történet, amit nagyon sokan elmesélnek. És amikor ide megérkeztek a gyimesiek, hogyha belegondolunk abba, hogy itt alapvetően fenyvesek voltak, akkor nem sok minden volt, amit lehetett fogyasztani. Nyilván voltak gombák, meg különböző erdei gyümölcsök, amiket lehetett gyűjteni. Például észak-amerikai őslakos közösségekre gondolunk, ők nagyon nagy mennyiségben gyűjtenek ilyen erdei gyümölcsöket, különböző növényeknek a gyökereit, amik fontos táplálékforrás szolgáltatnak. Gyimesiek is ilyenekkel tudtak volna valamit kezdeni, illetve nyilván van néhány olyan nagyvad ezeken az erdős területeken, meg a pisztráng és néhány íjjánc madárfaj, amit fogyasztani lehet. Illetve még van egy mókus, ami egy fontos csemege volt ebben a gyimesi tájban. Ugye nagyon sok közösségben vannak érdekes módon olyan rágcsálók, fajok, amik kedvelt csemegék lesznek. Gyimesben a mókus volt az, amit nagyon szerettek. Azt mondták, hogy az agya volt a legfinomabb, a főtt mókus agya az egy különleges csemege volt. Napjainkban már nem olyan sokan, ahogy itt az idézetben is látszik, azért volt, hogy ilyen 25-30-at is meglőttek egy nap, hogy legyen elegendő mennyiség. Dani, bocsánat, lefordítanád a madarakat? Magyarra? Jaj, bocsánat, igen, azt elfelejtettem. A hegyi páva az a siketfajd, és a magyar ostyúk pedig a császármadár nevezetű madarak, amik nagyon finom csemegének számítanak. Most már egy imázsban is, főleg a hegyi páva, tehát a siketfajd az eléggé visszaszorult. A császármadárral még gyakrabban lehet találkozni. És egyébként a mókusnak a bőrét is felhasználták, a gyimesi öveknek a díszítéseit sokszor mókusbőrből készítették el, ez egy több mint 100 éves öv, amiben a mókusbőrrel láthatók a hímzések.
Szóval, ha belegondolunk abba, hogy ebben a tájban mit lehetett csinálni, ugye egyrészt lehetett ezeket az erdei portékákat gyűjteni, vagy ugye ott voltak már román pásztorok, akiktől esetleg lehetett jószágot szerezni, de a gyimesiek azt az utat választották, hogy állatokat tartottak. Ehhez viszont gyepterületekre volt szükségük, mert hogy, ahogy ugye említettem is, nagyon hosszú az a téli időszak, amikor takarmányra van szükség a jószágoknak, és ezért gyepeket kellett kialakítani itt ezen az erdősült területen. A gyimesiek aszalással és égetéssel kezdtek neki az erdőterület kiirtásának. Az aszalás azt jelenti, hogy meggyűrűzték a fákat, és megszakították ugye a nedvkeringést, így a fák kiszáradtak, és ugye a gyanta tartalomnak is köszönhetően aztán könnyű volt ezeket felégetni az így megaszalt és kiszárított erdőterületeket. Olyan mértékű volt ez az erdőirtási tevékenység, hogy királyi rendelet is született ennek a korlátozására annak idején. A vasút az csak az 1897-ben jelent meg, tehát igazából nem nagyon volt lehetőség a faanyagnak az értékesítésére, hogy tényleg az erdőterület jó részét egyrészt építőanyagként felhasználták a házak és tálók építéséhez, másrészt pedig felégették, mert gyorsan gyepekre volt szükség. Még a mai napig is időnként lehet találkozni ezzel a gyakorlattal, de azért most már nagyon ritkán. Itt egy szomszéd faluból, Csíkszépvízről származó pásztor volt az, aki úgy döntött, hogy van egy fölösleges nagy árnyékot tartó fa a legelőjén, és amikor ebédhez készülöttünk és szalonát akartunk sütni, akkor ott raktuk meg a tüzet a fatövében. Itt ez a fakupac a kép előterében az, amit mi gyűjtöttünk össze, mert osztálykirándulásokon szocializálódva ugye gondoltuk, hogy a szalonát sütünk, akkor kell fát gyűjteni, de mire visszaértünk, már a tűz az megoldódott. Aztán következő nap mi is gondoltuk, hogy akkor segítünk a pásztornak, úgyhogy ott raktunk mi is tüzet, és aztán jöttek a rendőrök, úgyhogy majdnem bevittek minket Szeredába a rendőrségre, mert kiderült, hogy ez illegális tevékenység. Szóval így alakult ki az a gyimesi kultúrtáj, amit a mai nap is ismerünk, aminek körülbelül ugye kétharmadát gyepek borítják, egyharmadát pedig erdők, a szántók azok olyan 3%-nyi területet tesznek ki körülbelül. Manapság elsősorban a völgyaiban találunk még szántóterületeket, korábban nagyobb volt ezeknek az aránya, amíg gabonatermesztés is volt a tájban. A II. Világháború után, amikor így a kereskedelmi feltételek javultak, akkor a gabonatermesztéssel felhagytak a gyimesiek, és most már csak a burgonyát, vagy ahogy ott mondják, a pityókát termesztik elsősorban. De napjainkban éppen most ezzel is nagy bajok vannak, mert a különböző betegségek jelentek meg, amik korábban nem voltak, úgyhogy nagyon visszaesett a termés, és sokan gondolkodnak azon, hogy van-e értelme egyáltalán még csinálni. És kialakult a kaszálóknak is egy ilyen hármas tagolású rendszere, hogy a völgyaljban vannak ezek az úgynevezett bennvaló völgyai kaszálók, a hegylábakon a bennvaló hegylábi kaszálók, ezeket gyakran trágyázzák a gyimesiek a nagyobb hozam érdekében, illetve azért, hogy tudjanak ezeken sarjút is kaszálni, és aztán az ettől kiebb levő részeken pedig az úgynevezett kínvaló vagy hegyi kaszálók vannak, amelyek sokkal ilyen külterjesebben, sokkal kevésbé intenzíven vannak használva. És ahogy említettem, ugye korábban sokkal több szántó volt, itt ezen a képen láthatók az egykori szántóteraszok. Ezek a gabonatermesztés felhagyás után szintén kaszáló területekké váltak, és ezeken a területeken, mivel a szántóknak egy jó része felhagyásra került, trágya felesleg jelent meg a gazdaságban, és ezeket a gyepeket akkor kezdték el igazából trágyázni. Ugyanakkor a népesség is növekedett, vannak népességadataink is a területről, és ugye, hogy folyamatosan nőtt a népesség, aprózódtak ezek a kaszáló parcellák, és igazából a családoknak egyre kisebb területen kellett ugyanannyi szénát megtermelni, úgyhogy ez a trágyázás az olyan szempontból is jól jött nekik, hogy tudták a hozamot növelni ezeken a kaszáló parcellákon, például a sarjukaszálás lehetőségének a biztosításával. Ezért is mondják az öregek, hogy régen a területek nem voltak így kiművelve, tehát nem voltak ennyire gondosan kezelve ezek a gyepek. Most tényleg, ahogy szoktuk mondani, a végletekig intenzifikálva van ez a viszonylag külterjes rendszer, ami azért még most is jó részt emberi meg állati munkaerőre épül, bár folyamatosan gépesedik is, de tényleg még meg tudott maradni egy ilyen természetbarátabb, külterjesebb kereteken belül. Alakul ki ez a kis parcellás tájszerkezet, és most az elkövetkező néhány percben egy kicsit a kaszálóknak az élővilágáról szeretnék beszélni, arról, hogy milyen fajok kötődnek ezekhez az élőhelyekhez, és ezekről mit gondolnak a gyimesiek, hogy hogyan ismerik ezeket.
Először az állatokról szeretnék beszélni, amik azért sokkal lazábban kötődnek ezekhez a kaszálókhoz, bár vannak olyan fajok, amik tipikusan ezeken az élőhelyeken fordulnak elő, és aztán a növényekről, amik sokkal inkább kapcsolódnak a kaszálás témájához is. Az állatoknál megnézzük gyorsan csak egy ilyen rendszertani áttekintést is. Ugye főleg itt a gerincesekről szeretnék beszélni, és nagyjából, ahogy a biológiai rendszertanban is, a gyimesiek is megkülönböztetnek öt nagy életformát a gerinceseken belül, vannak a halak, a békák. Aztán itt van néhány olyan faj, ami nem nagyon illeszkedik ebbe a rendszerbe, azok egy kicsit így kívül állnak, ez a vízibornyó és az étőgyik, ami a gőtéknek a gyimesi neve. Ugye ezek se nem békák, se nem más ilyen nagyobb kategóriában nem sorolhatók bele, egy kicsit így kívül esnek a rendszeren. És a gyík az, ami ezekkel itt így társulva lebeg itt a térben. Mert hogy a következő nagy kategória ez a kígyók, és ugye hát a gyík sem illik bele a lábatlan kígyófajok közé, és hát a gőtefélék sem így a testalkatuk miatt a békák közé. Vannak a madarak, ami így a legnagyobb csoport így az állatok között. Van a bőrmadár, vagyis a denevérfélék, amik úgy az emlősök és a madarak között helyezkednek el valahol, és vannak az erdei állatok. És hogyha ezek közül, a fajok közül, amit a gyimesiek ismernek, ez körülbelül olyan 120 gerinces faj, ezek közül, amik a kaszálókhoz kötődnek, az egyik a varasbéka, vagyis a barna varangy. A gyimesiek négy békafajt különböztetnek meg, és hát ez az egyik leginkább ismert, meg leginkább utált faj közülük. Azt nagyon jól észreveszik, hogy ez nem ugrál, hanem csak mászik, és ezért noha békának tartják, meg a békák közé sorolják, azért úgy mindenki elmondja, hogy ez egy kicsit más, mint a többi békafaj. Ők is tehát érzik ezt a jelentős különbséget. És hogyha találkoznak vele, akkor rögtön felnyásolják, ahogy itt az idézet végén is látszik. Nagyon negatív a megítélés a barna varangyoknak ebben a tájban. Sokan úgy gondolják, hogy megszopja a tehén tejét, tehát ezzel a fajjal lehet elvenni a tehenek tejét, és emiatt egy nagyon kártékony állatnak tartják, és így összekapcsolódik a boszorkánysággal is, úgyhogy tényleg gyakorlatilag, ahogy meglátják, azonnal cselekednek is a létét illetően. Viszont hát ugye a tévének köszönhetően egyre többen gondolják azt, hogy ugyanakkor a különböző kártékony rovarokat összeszedik a kaszálókon is, meg a legelőkön is, és ezzel némi hasznot is hajtanak. A mérges pank, ami az idézetben látszik, az a pókoknak, tehát a pankok azok a pókok. Sokan úgy tartják, hogy ezért igazából nem szabadna elpusztítani, mert hogy hasznot is hajtanak. Aztán egy másik faj, ami így a kaszálókhoz is kötődik, az a lábatlan gyík, amit a gyimesiek síkkígyónak mondanak. Ugye, mivel ez egy olyan gyíkfaj, aminek nincsenek lábai, így bekerül a kígyó kategóriába. De itt is ugyanúgy, mint a varasbéka esetében, mindenki érzi, hogy ez azért nem egy igazi kígyó, és miközben a kígyókat, ugyanúgy, mint a varasbékát, rögtön agyonütik, hogyha látják, megpotyolják, ahogy gyímesben mondják, a síkkígyót azt általában megkímélik, ahogy itt az idézet végén is látszik, hogy sose ütik meg, mert tudják, hogy ez nem bánt és nem csinál semmit. A viperát azt mindig, de a síkkígyót azt megkímélik. Van egy nagyon érdekes történet is egyébként, egy ilyen biblikus történet, ami kapcsolódik a lábatlan gyíkhoz. Van egy olyan kép, ami látszik, hogy a farka itt tényleg elég ilyen tompán végződik, nem hegyesedik úgy ki, mint például a viperáknak. És úgy tartják, hogy amikor a Noé bárkája léket kapott, akkor ez a síkkígyó volt az, amely bedugta a lyukat a bárkán, és ahogy ott a farkat letörött, azért ilyen élesen végződik a farka. Aztán egy nagyon fontos faj a keresztes vipera, ami megtalálható a kaszálókon. Az minden gyimesi családnál téma a kaszálási szezon, vagy ki hány viperát ütött nagyon a kaszálási időszak során. Ugye, amikor a rendek száradnak a kaszálókon, akkor a viperák előszeretettel húzódnak be ezek alá, és aztán amikor ők forgatják, meg szárítják a szénát, akkor elég gyakran találkoznak vele. Az ilyen agyoncsapott kígyók száma alapján úgy tűnik egyébként, hogy az állomány stabil, tehát nincsen adatunk, meg biológiai felmérés erre vonatkozóan, de nem érzékelik a gyimesiek sem azt, hogy csökkenne az állománya. Én elég sokszor szoktam hallani, és ennek az lehet a magyarázata, hogy azt tartják a gyimesiek, hogy a fejét kell megpotyolni. Tehát a fejét ütik elsősorban, emiatt a gerinc felőt nem roncsolják el, és igazából tényleg utána még sokáig ugye így reflexzerűen mozog. Mert általában ugye azt tartják,
hogy a kígyónak a csontja is mérgező, ezért nem jó, hogyha ott marad a földön az agyoncsapott vipera. Fölteszik vagy kerítésre, vagy foágra, és akkor mivel a gerincvelőt nem roncsolják el, ezért az ott még így elég sokáig vonaglik, és úgy tartják, hogy napszentületig nem pusztul el, igen, ez a történet hozzá. És igazából ők is úgy tartják, hogy, hogy tudják azt, hogy ez egy nagyon hasznos faj, mert hogy ugye például a kaszálókon is elég nagy károkat okoznak a férjek, a különböző egér és pocokfajok a túrásaikkal, és jól tudják, hogy a vipera elsősorban ezekkel táplálkozik. Viszont gazdasági károkat is okoz egyrészt, főleg a növendékállatokat, hogyha megmarja, annak azért van ilyen állatpusztulás következménye, és meg a gyerekeket féltik, főleg így a viperamarástól. Úgyhogy itt nagyon jól látszik ebben az idézetben, hogy másképp nem bántanák, csak hát igazából ezek a problémák, amik miatt nem nagyon kímélik. És egyébként, hogyha valaki Szent György nap előtt meg tudja ütni a kígyót, és lenyúzza a bőrét, akkor azzal lehet a haszonállatok, ...nak a kígyomarását kezelni, gyógyítani. Embernél nem szokták használni, de az állatoknál igen. Aztán, hogy a madarak közül is hozzak egy példát, tehát ugye egy kicsit ilyen lazábban, de a fecske is kötődik a kaszálókhoz. A fecskét az égmadarának tartják a imesiek, és mindig nagyon várják tavasszal az érkezését, és nagyon figyelnek rájuk, tehát segítik a fészkelésüket is, és nagyon aggódnak a fecskeállomány fogyatkozása miatt, ugye ez egy ilyen globális jelenség, és tényleg erősen csökken a fecskéknek a száma, és úgy tartják, hogy a fecske nagy pénteken és vasárnapokon még a fészkét sem rakja, hogy annyira szent madár, és nem szabad a fészkéhez nyúlni, nem szabad bántani. Ez a Kárpát-medence több tájában is megvan az, hogy és korábbi néprajzi gyűjtésekben is nagyon gyakran előkerül, hogy számos különböző negatív következménye lehet annak, hogyha valaki a fecskéket bántja, hogy akár véres lesz a tehén teje, vagy magát a családot éri különböző balszerencse ennek következtében. Ami nagyon érdekes a fecskék kapcsán, ugye ezek vonuló fajok, és gyimesben is a legtöbb madárról azt tartják a gyimesiek, hogy ott maradnak télen is, de elhúzódnak a déli kitettségű oldalakra, és ott valahogy túlélnek télen. A fecske és a gólya az a két madár, amiket vándormadárnak tartanak. És hogy ezt honnan lehet tudni, arra van egy nagyon érdekes történet. Egyébként úgy tartják a gyimesiek, hogy meleg Indiába mennek a fecskék télen. Senki nem tudja, hogy hol van pontosan meleg India, de oda mennek. És egy olyan bácsi, aki 1921-ben született, mesélte nekem, hogy 7 éves korában cseléd volt egy családnál, ahol egy 90 éves bácsi mesélte el neki azt a történetet, ami itt látszik, ami arról szólt, hogy a fecskének a nyakába kötöttek egy papírt, amire ráírták, hogy hol találtél kicsi fecske, és amikor visszajött tavasszal a fecske, akkor újra megfogták, és a cédulán ott volt a nyakában a válasz, hogy meleg Indiában a pap János hiába, ami azt jelenti, hogy a padlásám. És ebből is látszik, hogy még meleg Indiában is magyarok élnek egyébként. És hát nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mi lehet ez a meleg India. Hogyha Google-ba beírjuk, akkor egész más dolgok jönnek elő, úgyhogy ez nem vezetett eredményre. De igazából az a helyzet, hogy találtunk egy tankönyvi példát, ami gólya kapcsán hozza ugyanezt a történetet. Ez egy 1845-ben, ha jól emlékszem, akkor kiadott tankönyv. Tehát, hogy ez így igazából tankönyvekben is szereplő történet volt, és egy kicsit így a madárgyűrűzéssel is ilyen analóg, vagy párhuzamba állítható történet. És egyébként meg már, tehát a 19. századi természettudományi szakirodalomban is India tényleg egy nagyon sokszor említett ilyen egzotikus terület volt. Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan kerülhetett így ebbe a gyimesi történetbe, de nagyon elterjedt. És akkor még egyetlen egy állatot szeretnék itt behozni. A medvéket és elsősorban a hangyászmedvét, ami a kaszálókon rendszeresen garázdálkodik. A gyimesiek a medvéknek két faját különböztetik meg, a hangyászmedvét és a vérmedvét. Megosztanak a vélemények arról, hogy ez két külön faj, vagy pedig a hangyászmedve vérmedvévé válik, és tulajdonképpen ez egy faj, csak a fiatal medvék azok hangyászmedvék, az idősebbek vérmedvék. Tehát van, aki azt mondja, hogy ha a hangyászmedve egyszer megkóstolja a húst, akkor onnantól kezdve már mindig ezt teszi, és vérmedvévé válik. Van, aki viszont úgy tartja, hogy a hangyászmedve az öregkorában is hangyászmedve marad, és tulajdonképpen nem változik. Ezek a medvék igazából főleg tavasszal elég gyakran tartózkodnak a kaszálókon. Én is egyszer itt találkoztam velük pár évvel ezelőtt, amikor egy bocsos anyamedvével sikerült összefutni. Úgyhogy ez a kép azért ilyen kicsit béna, mert egy kicsit izgultam, amikor készítettem. De ami fontos, egyrészt a medvét is használták régebben, a zsírját azt ugyanúgy, mint például a borzsírt, azt a gyógyászatban használták, és elsősorban ilyen ízületi bántalmakra kenték a zsírt.
Egyszer egyébként egy magyarországi ismerősömnek hoztam is haza, akinek aztán a lánya egyszer véletlenül palacsintát sütött benne, és nagyon rossz íze volt a palacsintának, úgyhogy sütésre, főzésre nem alkalmas a medvezsír, ezt megállapíthatjuk. És egyébként a kaszálókon itt tavasszal rendszeresen szedik szét a hangyabolyókat a medvék, ez ilyenkor egy fontos táplálékforrásuk, tehát rendszeresen lehet látni tavasszal, főleg májusban, hogyha vagyunk a kaszálókon, hogy a hangyabolyók azok itt szét vannak bontva, és a medve próbálja a hangyákat összeszedni. És akkor még egy faj, amit kifelejtettem, az a bőrmadár, amit ugye említettem is a taxonómia kapcsán, hogy egy ilyen érdekes átmeneti helyzetben van a népi taxonómiában. Ez egyébként így egy világszerte megfigyelhető jelenség, de a tudomány is egy 200-300 évvel ezelőtt még gondolkodott sokat azon, hogy vajon a denevér az egy madárféle, vagy egy emlősféle lehet-e. Egy imesiek is megoszlik a véleményük ennek kapcsán. Van, aki egyértelműen a madarakhoz sorolja, mert hogy repül. Ugye itt az is a kérdés, hogy ki hogyan definiálja ezeket a különböző életformákat. Van, aki azt mondja, hogy ami repül, az a madarak közé tartozik. Aztán van, aki azt mondja, hogy mivel inkább az egerekre hasonlít, ezért inkább az egereknek a származata, sőt van, aki úgy tartja, hogy az öreg egerekből lesznek a denevérek tulajdonképpen, hogy azok változnak át. És megnézzük, a 1702-ben adták ki Miskolci Gáspárnak egy könyvét, ilyen természettudományi könyvet, amiben szintén szerepel a kérdés, hogy vajon a denevér az madárnak tarthatik-e, vagy inkább egérnek. És akkor gyönyörűen felsorolja az érveket, hogy miért emlős a denevér, mert hogy ugye négy lába van, emlője vannak, tehát szoptatja az utódait, foga van, testét nem tollak fedik, hanem szőrök, meg fiadzik. Aztán mégis arra jut, hogy inkább azoknak van igaza, akik a madarak közé számolják, mert hogy repül. Aztán, hogyha jobban megnézzük, akkor végül is csak két lába van leginkább, és hát, hogy az Úristen is a madarak közé számlálja. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ugye ezek úgy is tekinthetünk ezekre, hogy ezek ilyen hipotézisek, amik folyamatosan tesztelődnek, és a természettudósok is mondjuk 1700-as években még gondolkoztak ezen, ahogy a népi tudásban is megjelennek ezek a kételyek. És hogyha áttérünk a növényismeretre, akkor egy Móra Ferenc idézettel szeretném a növényekről szóló részt indítani. Hogyha elgondolkodunk azon, hogy egy közösségben mely állatok vagy növények lesznek ismertek, akkor ez egy elég nehéz kérdés, de Móra nagyon jól összefoglalta azt, hogy azoknak a növényeknek van neve, amelyeknek a közösség valamilyen hasznát vagy kárát vallja, vagy valami nagyon feltűnő tulajdonsága van. És hogyha ezt így megnézzük részletesebben, akkor ilyen feltűnőségek szempontjából van egyrészt egy ilyen morfológiai vagy ilyen alaktani feltűnőség, tehát vannak olyan növények, amik nagyon szépek, és ezért nevük lesz. Itt ezt a legnehezebb megmagyarázni, mert hogy vannak olyan gyönyörű szép növények, amiknek meg nincsen neve. Itt példának ezt a pünkösdi rózsát hoztam, amit a gyimesiek pünkösdi rózsának neveznek, mi zergeboglárnak, és az elmúlt 15-16 év alatt nem sikerült a használatával kapcsolatosan semmilyen adatot gyűjteni, annyit mondanak róla, hogy nagyon szép. Ennyit tud, van neve, de igazából nem nagyon használják. Nem tudjuk, hogy korábban esetleg volt-e valami használati forma, ami miatt aztán neve. Aztán van egy ilyen ökológiai feltűnőség is, ami azt jelenti, hogy vannak olyan növények például, amelyek adott élőhelytípusokat tudnak jelezni. Gyimesben a vészvirág egy ilyen növény, amit mi erdei derécének hívunk, és ez a növény ez nagyon szereti az erdei vágásterületeket, az erdőirtásos helyeket, amit a gyimesiek veszes helyeknek mondanak. És ezeken a veszes helyeken, ezt így a biológia emlési vágás növényzetnek szoktuk nevezni, először az eperfélék jelennek meg, és azután pedig a málna. Egy ilyen jó 5-6 évig egy ilyen sűrű málnás, szedres, tüskés bozót alakul ki ezeken a területeken, és a vészvirág, vagyis az erdei deréce nagyon szereti az ilyen helyeket. Tehát igazából, hogyha ez valahol virágzik ilyen nagy mennyiségben, akkor ott jó eséllyel lehet málnát is találni. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó élőhely jelzőfaj. És aztán vannak azok a fajok, amik pedig valamilyen kulturális szempontból fontosak, akár ehető növények, akár gyógynövények, vagy akár olyan mérgező fajok, amiknek az ismerete fontos a közösségben. És ha a növények közül megnézzük azokat, amik úgy leginkább a kaszálókhoz kötődnek, akkor egy ilyen viszonylag hosszú fajlista van, amit a gyimesiek a kaszálókhoz kötnek, és ezek tulajdonképpen a kaszálók számukra a legfontosabb fajai valamennyien ott vannak. Tehát egyrészt a fűfélék. A gyimesiek a füveket imolának nevezik, a legtöbb ilyen magas termetű szálfüvet. Egy ilyen fajcsoportba sorolják be, majd mindjárt mutatok erről egy ábrát. Ezek nyilván ott vannak a kaszálon említett fajok között. És
egy olyan fűfaj, a szőrfű, amit ők szörcsének mondanak, ami egy nagyon rossz fű, amit egyáltalán nem szeretnek az állatok sem, nagyon nehéz kaszálni, mert elcsúszik rajta a kasza, és ez a fűfaj, amit így külön névvel is megkülönböztetnek. Ott vannak azok a pillangós virágú növények, amik takarmányozási szempontból nagyon fontosak, ilyenek a vadherék, a különböző vadherefajok, illetve egy tulajdonképpen vetett faj, a takarmánybaltacím, ami egy alapvető mediterrán elterjedésű növényfaj. Nyugat-Európában a középkorban ilyen szántóföldi termesztésben is volt takarmánynövényként, egy imesben elsősorban a déli oldalakat, a déli oldalakon levő kasszálókat vetik felül ennek a magjával, és ezzel próbálják egy kicsit javítani ott a takarmánynak a minőségét. Aztán van egy olyan növényfaj, amit zsanikának hívnak a gyimesiek, ez azért fontos a számukra, mert szeretik, hogyha ebből sok van a gyepekben, mert azt tartják, hogy nagyon jól tejjel tőle a tehén. Ez a palástfüveknek nevezett növény egyébként, és ahogy ezen a képen is látszik, nagyon jól összegyűjti a harmatot is, így kb. Délig szépen így megvan rajta a harmat, ami azért hasznos, mert így például tudnak juhokat ott is legeltetni, hogy nem nagyon vannak források. Tehát ez a víz elegendő a juhoknak arra, hogy el legyenek, és elég őket hetente egyszer mondjuk egy forráshoz elhajtani. Aztán van egy indikátor növény, egy olyan jelző növény, ami a takarmánynak a mennyiségét jelzi. Ez a mezei zsája, amit a gyümölcsiek báránylábnak hívnak, és hogyha aszályos a tavasz, akkor ebből nagyon sok van június elején. Így lilulnak a kaszálók tőle, ami igazából nem jó jel a gyümölcsieknek, mert az azt jelenti, hogy a fűfélék nem annyira nőttek meg, mert hogy kevés volt a tél végén a csapadék, meg a talajnak a víztartalma. Úgyhogy ha ebből sok van, akkor az azt jelzi, hogy kevés lesz a széna, és tulajdonképpen már egy hónappal a kaszálás előtt ők tudják, hogy kell majd gondoskodni valami utánpótlásról a széna tekintetében. És akkor van egy-két olyan növény, amit számon tartanak a kaszálókon, amik tulajdonképpen ilyen ehető növények vagy gyógynövények, mint például a képnek a legjobb oldalán egy harasztféle, a holdruta, amit a gyimesiek tüdőfűnek neveznek, mert ugye a levélnek egy ilyen érdekes alakja van, és ezt ilyen tüdőbajoknak a kezelésére használják. Illetve van még egy-két mérgező növény, amit számon tartanak, amiket egyébként itt szelektíven gyérítenek is a kaszálókon. Az egyik ilyen a fehér zászpa, ami nagyon fontos, hogy kevés legyen a szénában, mert mérgező. A másik pedig az őszi kikerics, amit itt varjúhagymának neveznek. Ez egy nagyon mérgező növény, a sejtosztódás gátlóanyagok vannak benne, és például a növendékállatok nagyon gyorsan elpusztulnak, hogyha esznek ebből a fajból. Ami ennek a fajnak ugye érdekessége, hogy ősszel virágzik, de tavasszal hozza a leveleit meg a termését. Gyümölcsben mindenki tudja, hogy ez egy taxon, tehát mindenki varjúhagyma néven nevezi, és tudja azt, hogy ősszel virágzik és tavasszal hozza a leveleket. Ami érdekes, hogy például Ausztriában a leveleitől is rettegnek a gazdák, és kiszedik a szénából, meg olcsón tudják csak azokat a kaszálókat eladni, ahol ebből sok van. A gyümölcsiek úgy tartják, hogy a levele az már nem mérgező, és ők simán le is kaszálják és beleteszik a szénába. Ami miatt nem szeretik, hogy nagyon vastag húsos a levele, úgyhogy nehezen szárad meg, amikor szárítják a szénát, úgyhogy ha sok van, akkor berohasztja a szénát, hogyha nem szárad ki eléggé. Inkább ezért próbálják gyéríteni. És akkor ugye említettem a fűféléket az imént, hogy ezt egy ilyen fajcsoportba sorolják. Igazából az van, hogy ugye a növényismeretben is vannak ilyen praktikus dolgok, hogy az életmód szempontjából amennyire fontos, annyira megkülönböztetik ezeket a fajokat. És a gyümölcsiek szempontjából igazából a szénában a fűféléket így külön néven megnevezni nincsen jelentősége. Ahogy itt az idézetből is látszik, ők is tudják, hogy ez többféle, hogy több különböző fűfaj van, de imolának mondják, mert a széna szempontjából nincs értelme ezeket külön megnevezni. Több mint fűfajt sorolnak ebbe az imola kategóriába, itt most csak a legfontosabbakat tüntettem fel. És kettő olyan faj van az imolák között, aminek külön neve is van. Az egyik a rezgőpázsitnak nevezett fű, ami egy nagyon szép fűfaj, és ezt időnként még szárazvirágnak is szokták szedni, mert hogy ezek a kis bogyói, ezek nem potyognak le róla, úgyhogy vázába is szokták szedni. Az őrségben is egyébként pont ennek a fűfajnak van külön neve. Az őrségiek fűnek mondják az összes kaszálón levő számfüvet, ennek az egynek az a neve, hogy Mária könnyű az őrségben, nagyon szép neve van. Gyümesben poloska fűnek mondják, és tényleg ez az, amit külön megkülönböztetnek, illetve a perje nevezetű fűfajt, ami ugye kertekben is előfordul, ez ugye nálunk is ez a talackbúza növény, amit nagyon nehéz kiírtani, hogyha valahol megjelenik. És akkor ezen kívül van néhány olyan fűfaj, aminek sokkal szélesebb a levele, mint a többinek, ezért az állatok nem annyira szeretik, ezeket zablevelű fűnéven különböztetik meg a gyümölcsiek. Illetve van egy ezek között, a széles levelű fűek között is egy olyan fűfaj, szálkaperje, amit nagyon nem szeretnek az állatok, viszont a déli oldalakon elég gyakori, ez is külön nevet kapott,
És már az előbb említettem a szőrcsét, ez pedig még egy különálló ilyen fűtaxon, ami meg tényleg nagyon-nagyon káros, igazából tűzzávossal próbálják írtani. Ez főleg a legeltetett helyeken jelenik meg ez a fűfaj, mert hogy ahol a legeltetés történik, hogy ugye az állatok folyamatosan rágják le a füveket, és igazából a talajnak a tápanyag tartalma folyamatosan változik, és elsősorban a foszfor, az csökken a talajnak a foszfor tartalma. Tehát hiába trágyázzák a legelő állatok a legelőket, a foszfor nem kerül vissza olyan formába, hogy a növények fel tudnak venni, és igazából ez az egyetlen olyan növényfaj, ami ezt a foszfor hiányos állapotot szereti, úgyhogy ez nagyon elterjed, főleg a legelőkön, de a kaszálókon is, és ezért a gyimesiek nagyon nem szeretik, és megpróbálják írtani. Akár égetéssel, akár trágyázással, vagy tapostatással. És akkor néhány dolgot így a kaszálók kezelése kapcsán, csak ilyen alapvető dolgokat, hogy ugye nagyon fontos maga a kaszálás. Ugye ezek a gyepek, mivel erdőkhelyén lettek kialakítva, igazából a kaszálás nem csak azért kell, hogy a szénet betakarítsák, hanem hogy magát a gyepeket is föntartsák, mert hogyha néhány évig nem kaszálják őket, akkor rögtön visszaerdősülnek ezek a helyek. És ami egy nagyon fontos kérdés, hogy mikor legyen a kaszálás. Ahogy itt az idézetből is látszik, hogy amikor a füvek már kezdenek porozni, tehát kezdenek virágozni, tulajdonképpen akkor van a legjobb állapotban a növényzet ahhoz, hogy levágják. Illetve van egy másik fontos növény, itt fönt látszik ez a margaréta, ez a papvirágnak nevezik gyímásban, amikor ez elhullatja a virágát, a szirmait, akkor van olyan állapotban a növényzet, hogy le lehet vágni. Maga a kaszálás ugye régen mindig ezzel a kézi kaszával történt, most már ugye, ahogy említettem, inkább ezzel a kis egytengelyes kaszálógéppel. Tehát így hoztam egy ilyen képet, hogy most azért már főleg a szénának a begyűjtése, forgatása az szinte teljesen képesített azokon a helyeken, ahol lehet, mert azért itt nagyon sokszor olyan meredek hegyoldalak vannak, ahol azért nehéz megoldani a gépekkel, de egyre több ilyen Svájcból hozott, meg Ausztriából hozott öreg géppel próbálják meg megoldani, hogy minél hatékonyabb legyen ennek a szénacsinálási munkának a végzése. Tehát például ez a gép is itt 1971-ben lett üzembe helyezve, szóval egy 50 éves gép, amit sikerült beszerezni, és akkor minden nap javítani kell, de mégis sokat segít, hogy egy kicsit könnyebb legyen ez a munka. És akkor van egy csomó növény egyébként a füveken és a papvirágon kívül, amire figyelnek a kaszálás során. Ugye az egyik, amit már említettem, ez a takarmánybalta cím, ami nagyon fontos a takarmány szempontjából, viszont hogyha elvirágzik, akkor már nagyon könnyen összetörik a levele és lapotyog, úgyhogy ezt mindig figyelik, hogy amikor ez kivirágzik, akkor legyen a kaszálás, hogy még ott legyen a szénában tartalmas formában. A lóherefajokat is nagyon figyelik, ahogy említettem a margarétát is, illetve vannak, akik a szurokfűre, vagyis a ezerjófűnek nevezik, arra figyelnek oda leginkább, hogy amikor ez elvirágzik, akkor indítsák meg a kaszálást. Az előbb már említettem ugye ezt a báránylábat, úgyhogy ezt most nem is mondom tovább, hogy igazából ez egy fontos termés mennyiségét jelző faj. És akkor így alakulnak, tehát ennek a kaszálóknak a kaszáláshoz kapcsolódó használat, és hogy milyen indikátorokat használnak a kaszálók változásaira, a kaszálók állapotának a monitorozására a gyimesi gazdálkodók, arra mutatnék néhány példát, hogy egyrészt ugye figyelnek a fajkészletre, folyamatosan figyelik a fűféléknek, meg a különböző virágos növényeknek az arányát. Hogyha a fűfélék eluralkodnak egy kaszálón, akkor az inkább a lovaknak jó szénát ad. Tehát igazából, amikor az a szempont, hogy melyik állatfajnak a takarmányozására lesz egy jó a szén, akkor ennek a fajkészletnek, a fajösszetételnek a figyelése az mindig nagyon fontos. Aztán vannak azok a fajok, amiket itt az iménti percekben felsoroltam, amikre mindig odafigyelnek, hogy bizonyos fajoknak a mennyisége hogy alakul a kaszálón, ugye a fűfélékre figyelnek, a báránylábra, ami ugye a termés mennyiségét jelzi, a mérgező növényekre, amik így gazdasági szempontból nem jók, vagy a gyógynövényekre, illetve a viperának ugye a száma az mindig egy fontos szempont. Aztán odafigyelnek valamennyire a vegetációnak a szerkezetére is, arra, hogy a növényzet milyen állapotban van. Egyrészt, hogy mennyire cserjesedik, erdősödik egyep. Ugye igazából ez egy olyan táj, ahol ugyan csak egyharmad részben vannak erdők, viszont a lucfenyőnek széllel nagyon jól terjednek a magjai, úgyhogy igazából folyamatosan érkezik egy ilyen mageső ezekre a gyepekre, és igazából nagyon könnyen tényleg lábra kapnak ezek a fajok ezekben a gyepekben is. Úgyhogy erre mindig nagyon odafigyelnek, hogy hol mennyi van ezekből, és igyekeznek. Főleg azokon a kaszálókon, amik esetleg nem minden évben kaszálnak le, erre odafigyelni, mert ugye nagyon megnehezítik a kaszálást, hogy ezek egy-két év alatt megerősödnek. Ezen kívül arra is mindig figyelnek, hogy milyen a gyepnek így a horizontálisan a szerkezete, tehát mennyi a csupasz talajfelszín, mennyire foltosodik a gyep, hogy milyen változások jelennek meg esetleg, ami az ő szempontjukból nem jó. Például a száraz fagyok után lehetséges az, hogyha a tél olyan, hogy nincsen hóborítás, amikor kemény hidegek vannak, akkor a fű az nagyon sok helyen kifagy,
és ezért igazából nagyon megváltozik a gyepnek a szerkezete, és ez számukra nem jó. Ezért ilyenkor például a szénatöreknek, a szénamúrhának a kiszórásával megpróbálják ezt a helyzetet orvosolni. Ezen kívül pedig a termelékenységre is mindig odafigyelnek. Itt a, főleg a szénának a magassága az, ami mindig egy fontos mérőszám, mindig nézik azt, hogy meddig ér a fű, amikor kaszálás előtt kimennek. Ugye ez nyilván a szénának a mennyiségével van összefüggésben, ebből tudnak következtetni előre, hogy akkor milyen mennyiségű széna várható egy adott területen, meg a sarjúnak a mennyisége is egy nagyon fontos indikátor. Ugye említettem a szénamúrhát, ezt több célból is használják a gyimesiek, ez ugye, ahogy az istáló padláson tárolják a szénát, vagy a csűrben, annak a törmeléke az, ami így összegyűlik a padlón, ugye ebben egyrészt benne van az összetört növényi maradványok, meg a növényekből kihulló magok, meg a pornak ez az összlete, amit a gyimesiek gyűjtenek, és egyrészt felhagyott szántókra szórják ki, hogy minél gyorsabban kaszálót tudjanak csinálni ezekből a gyepekből. Itt ugye két parcella látszik, ezt még szántóként használják, csak egy kicsit gyomos, és ezt a felét pedig bevetették szénamúrhával. És igazából azt mondják a gyimesiek, hogy kb. Két év alatt úgy vissza lehet állítani a kaszálót, hogy észre se veszi az ember, hogy ott szántó volt néhány évvel korábban. És ez egy nagyon tudatos lépés a részükről, amivel igazából megmutatják azt, hogy mennyire jól ismerik a növényzetnek az alakulását. Tehát, hogyha felhagyunk egy ilyen nyílt talajfelszínt, egy ilyen szántó területet, akkor ott elsősorban a gyomok robbannak be. Gyimesben is van egy csomó olyan gyomnövény, ami nagyon szereti ezeket a helyeket, és akkor ilyen nagyon csúnya, burjános terület alakul ki. Viszont nagyon jól tudják a gyimesiek, hogyha behintik murhával, akkor ott egyhamar fűnő, ahogy itt az idézetben is látszik. Tehát igazából ezzel a szénamúra szórás előtt meggyorsítják a gyepnek a regenerálódását, és olyan évelő fajoknak a magját hozzák be, amik csak jó pár év után tudnának megjelenni egyébként, hogyha magára hagynák ezt a területet. És így sokkal hamarabb bépástosodik, szóval bégyepesedik, ahogy ők mondják, és hamarabb hasznosítható lesz, és azt a néhány éves átmeneti időszakot azt ők el tudják tüntetni ezzel a gazdálkodási lépéssel, ami egyébként kellene ahhoz, hogy itt a gyep kialakuljon, még akkor is, hogyha ott rögtön mellette már ott vannak a növények, és esetleg a magjaikat oda tudják szórni a gyepre. Ezen kívül, hogyha valami, bármi zavarás történik a gyepben, akár vízvezetéket kell ásni, vagy mármint a vízvezeték csöveknek az árkot meg kell ásni, vagy vakontúrásokat eltúrják, vagy akár itt ezen a képen egy kutya lett eltemetve, azt rögtön a szénamúrhával beszórják, hogy már abban az évben is legyen, legalább a sarjú mondjuk használható legyen, akár azon a 2 négyzetméteres folton is, amit a talajbolygatás miatt elvesztenének, mert hogy annyira fontos a szén. És egyébként ez azért is jó, mert hogy mint egyfajta trágyázás még hízlalja is a földet, ezek a száraz növényi maradványok, ahogy bele rothadnak a talajba. Ugye említettem a takarmány baltacimot, amit főleg a déli oldalakon vetnek, ez ugye egy ilyen mediterrán növény, és ezeken a déli oldalakon nagyon jól érzi magát. És ezek azok az oldalak, ahol igazából főleg most a klímaváltozással egyre érdekesebb lesz ez a történet, hogy ugye nagyon vékony a talajréteg, és alatta rögtön ott van az alapkőzet, ami a besugárzás miatt nagyon felmelegszik, és igazából kiégnek a füvek ezeken a kaszálókon. Viszont mivel ez egy mediterráneumból származó növény, ez pont nagyon jól bírja ezeket a körülményeket. Úgyhogy itt, ahogy ezen a képen is látszik, akár ilyen egész rózsaszínek így június közepetáján az ilyen bartacinnal felülvetett kaszálók, és egy jó minőségű takarmányt is ad. És sokszor egyébként úgy is segítik ennek a növénynek a terjedését, hogy akár így körülkaszálnak egy-egy bokrot, és akkor hagyják, hogy ott a magját elszórja, vagy pedig akár kézzel is összegyűjtik a magokat, és akkor egyéb helyekre is tavasszal elszórják, hogyha úgy gondolják, hogy valahol nem ártana, hogyha lenne. Úgyhogy tényleg így sokszor a zsebünkben hozzák, viszik ennek a növénynek a magját a tájban. És akkor még egy lépést említenék, ami így a kaszálóknak a növényvilágát alakítja. Ez pedig a tavasszal a búrjánoknak a gyérítése. Ugye, ahogy említettem, vannak ilyen mérgező növények, amik nem jó, hogyha belekerülnek a szénába, és van egy csomó olyan faj, amit ilyenkor így szoktak gyéríteni. Az egyik az a fehér zászpa, ami ugye mondtam, hogy egy nagyon mérgező növény, ezt igazából szokták arra használni, hogyha valakinek nagyon idegesítően átjárnak a tyúkjai valakinek az udvarára, akkor ennek a növénynek a levébe, hogyha megfőzték az árpát vagy a búzát, és ezt kiszórták a tyúkoknak, akkor nem jártak át többet, úgyhogy ezzel tudtak rajta segíteni. Ezen kívül használták az állatgyógyászatba is, mert ilyen tetűírtásra is használták, tehát hogy például a teheneket lemosták ennek a növénynek a főzött levével, viszont akkor le is kellett kötni a tehenet, hogy ne nyalja magát, mert hogy tényleg annyira mérgező, hogy ez az állat pusztulását is okoz. Tényleg ilyen nagy mennyiségben ott tud lenni a kaszálókon, úgyhogy folyamatosan írtják. Ami nagyon érdekes, hogy amikor elkezd lebarnulni, így augusztusban, amikor már azért így vannak éjszaka fagyok, akkor a birkák elkezdik enni. Tehát, hogyha
legeltetnek egy helyet, akkor igazából a birkák sokszor nem is esznek mást, mint ezt a növényt, és aztán este, amikor bezárják őket a karámba, akkor hánynak, meg habzik a szájuk, meg minden bajuk van tőle, szóval nagyon furcsa. Kicsit olyan tényleg, mint a pálinka, hogy így tudjuk, hogy nem lesz vicces másnap, de megeszik. Hogy igazából nem sikerült még találnom cikket arra vonatkozóan, hogy ez azért történik-e, mert hogy van benne valami olyan ásványi anyag vagy nyomelem, ami nagyon fontos a jószág számára, és ezért teszik meg, vagy pedig annyira jó íze van, hogy tényleg nem tudnak róla lemondani. Aztán van egy másik növény, amit rendszeresen gyérítenek a kaszálókon, ez a piros lóhunyor, amit a gyimesiek eszpenznek mondanak. Ez is egy gyógynövény igazából. Ugye a néprajzi szakirodalom így az állatgyógyászat kapcsán gyakran írja, hogy az Alföldön használták a tájunk gyökeret az állatgyógyászatban, ugye a hérics féléknek a gyökerei voltak, gyümesben ezt a piros lóhunyort használják erre a célra, a disznóknak a fülébe szokták húzni a gyökerét, hogyha a disznónak valami baja van, és tulajdonképpen ez egy mérgező növény, ami aktiválja a disznó immunrendszerét, és akkor így segít a disznónak legyőzni a betegséget, ezt ilyen ingerterápiás eljárásnak mondják. És akkor van ugye a varjúhagyma, amit már beszéltünk, hogy ezt is írják. Van egy ördögborda nevezetű növény, ami a sasharasznak a gyimesi neve, erről mindjárt így mutatok egy-két érdekességet. És akkor van a lósósdi, ez a havasi lórom nevezetű növény, ami hogyha egy helyen megjelenik, akkor 40-50 évig nem lehet onnan eltüntetni, úgyhogy ezt nagyon igyekeznek kiírtani ezekről a helyekről. És van egy kecskekapor nevű növény, ami igazából nem mérgező, csak annyira vastag a szára, hogy a kaszát is elvásítja, meg az állatok fogának se tesz jó, hogyha ezt rágcsálják, úgyhogy ezt is kiszokták szedni. És akkor van ugye a sasharaszt, amit az imént említettem, ez azért egy nagyon érdekes növény, mert hogy egy páfrányféle, ami nagyon gyorsan tud terjedni a kaszálókon, és igazából a gyimesiek azt szokták mondani, hogy minden növénynek van virága. És ennek ugye nem nagyon van virága, viszont nagyon jól terjed, úgyhogy mindenki gondolkodik azon, hogy kell, hogy legyen magja, mert hogy ilyen gyorsan terjed. Viszont a virágát nem látják, úgyhogy erre született egy nagyon szép történet, hogy Szent Iván éjjelén virágzik igazából ez a növény, és éjfélkor, és ugye az láthatja meg, aki kiállja a boszorkányokról, hamát, és aki ezt megszerzi, ezt a virágot, az valamilyen szuper képesség birtokába kerül, ugye vagy megérti az állatok nyelvét, vagy láthatatlanná tud válni. Gunda Béla írt erről egy nagyon érdekes cikket a Virágzó páfrány címmel. Európában több helyen is megvan ez a történet, és Gyimesben is még így a legidősebbek leginkább szokták ezt emlegetni. De itt, ahogy a lent idézetben látszik, tényleg így folyamatosan figyelik is ezt a növényt, hogy sokszor meglesik, és észreveszik azt, hogy ott van a levélfonálkán tényleg a spóratartó tokok, amikből ugye a spóra kiszabadult, tehát úgy látják, hogy valami ott van. Egyébként ami nagyon érdekes, hogy ez egy olyan növény, amit nem nagyon fogyaszt semmi, tehát az állatok sem nagyon szeretik, nagyon ritka az a tehén, ami megeszi. Ezt az ökológusok úgy mondják, hogy egy üres nis, tehát egy olyan növény a tájban, ami gyakorlatilag semmi nem fogyaszt. Az 1900-as évek elején találtak csak két olyan lepkefajt, ami erre rakja a petét, és annak a hernyói valamennyire rágják, de egyébként semmi nem fogyaszt, ezt a gyimesiek úgy mondják, hogy ezt nem eszi semmi, csak a rothadás. Tehát amit itt mondjuk 80-ban leírtak az ökológusok hosszú kutatások után, a gyimesiek úgy mondják, hogy csak a rothadás eszi. És akkor még egy érdekes lépés van, ez pedig a kaszáló parcelláknak a folyamatos, kaszálási sorrendjének a folyamatos változtatása. Ugye, ahogy említettem, nagyon kicsik a kaszáló parcellák, és minden család ezért igazából elég sok kaszáló parcellával rendelkezik a völgyben, és ezeknek igyekeznek a kaszálási sorrendjét is amennyire lehet változtatni. Nyilván figyelembe kell vennünk, hogy hol van a kaszáló, hogy mennyire magas tengerszint feletti magasságon, mert nyilván a lentieket előbb kell kaszálni, meg a déli oldalon előbb kell kaszálni, mint az északin, de amennyire lehet cserélgetik a sorrendet, mert hogy a széna akkor a legjobb, hogyha virágzáskor, ugye amikor a füvek virágoznak, lekaszálják, de így akkor nem tudnak ugye magot érlelni ezek a növények. Úgyhogy igazából nekik az az érdekük, hogy legyen minden évben olyan széna is, amit jókor vágnak le, de akkor ugye a növények nem tudnak magot szórni, ezért más parcellákon meg később kaszálnak. És akkor ugye a gazdaságban minden évben lesz jó minőségű széna is, viszont a gyepeknek egy jó része meg tud megújulni a maxórás biztosításával. És ezt ők nagyon tudatosan igyekeznek biztosítani, hogy a maxórás az minden évben meglegyen, és ne vágják le túl korán. Ez most egyébként pont ebben a pár évben változott nagyot, és mindenki mondja, hogy egyre korábban vágják le a gyepeket, amik nincsenek mondjuk a támogatási rendszerbe beadva, ahol csak július 1 után lehet kaszálni. És hogy mivel a szomszéd már levágta, ez egy ilyen hajtóerő lesz, hogy akkor nekem is le kell vágnom, hogyha a szomszéd már levágt, és egyre korábban vágják, és hogy ők is mondják, hogy lassan ott tartanak, hogy mindig csak aratnak és nem vetnek, és hogy ennek hosszú távon majd meg lesz a negatív következménye, mert a hozamok azok csökkenni fognak. És akkor
Most szeretnék néhány dolgot arról a tájhasználati sokféleségről beszélni, amit az elején is már említettem, ugye, hogy kerítés nélkül is látszik az, hogy hol van a kaszáló parcelláknak a határa. Ez azért van, mert hogy ugye egy-egy hegyoldalra, hogyha kimegyünk, akkor ott vannak ezek a nagyon kicsi kaszáló parcellák, és minden család egy kicsit máshogy használja ezeket. Néztünk egyszer 21 kaszáló parcellát, vagy 23-at, és felkerestük ezeknek a kaszáló parcelláknak a tulajdonosait, és megkérdeztük őket a használatról, és tulajdonképpen az derült ki, hogy nincs két egyformán használt kaszáló parcella. Minden gazda egyrészt a saját belátása, meg a saját tapasztalatai, meg valamennyire a családi hagyományok alapján egy kicsit máshogy használja. Vannak olyan kaszáló használati lépések, mint például a kaszáló tisztítás itt legalul, ami minden egyes kaszáló parcellán ott van. Vannak olyanok, mint például a intenzívebb kaszálás, vagy a bennvaló kaszálókon, ami egy-egy típusra jellemző, de vannak olyan kaszáló használati lépések, amik teljesen random, hogy ki csinálja és ki nem csinálja, vagy milyen típusú kaszálókon csinálja. És ez egy nagyon változatos ilyen kaszáló használati mintázatot ad ki, tulajdonképpen minden egyes ilyen kis kaszáló parcellán. És ha nézzük ilyen csúnya grafikonokon is, akkor szépen látszik az, hogy tulajdonképpen minél nagyobb ez a sokféleség, a kaszáló használatnak a sokfélesége, annál többféle növény jelenik meg ezeken a gyepeken. Tehát az, hogy ennyire ilyen virággazdagok ezek a gyimesi kaszálók, az tényleg összefüggésben van azzal, hogy ilyen kicsi léptékben ennyire sokféleképpen használják a gyimesiek. A másik ábrán pedig az látszik, ez az egyenletesség, ez azt jelenti, hogy tényleg minél inkább megvalósul ez a maximális sokfélesége a használatnak, annál több faj van ezeken a kaszálókon. Tehát tényleg nagyon fontos az, hogy ez a kis léptékű családi gazdaságok által működtetett rendszer tudjon itt működni a tájban, mert ez nagyon nagy hozzájárulás ehhez a sokféleséghez, ami itt van. Másrészt pedig, ami szintén fontos így a virággazdagság szempontjából, hogy ez a használati sokféleség nem kedvez a fűféléknek, és ezért kevesebb a fűféle ezeken a gyepeken, tehát több hely van a különböző virágos fajoknak, hogy megjelenhessenek. Hogy is néz ez ki igazából, ez pont így a bárányláb virágzásának idején készített fénykép, hogy tényleg látszik, hogy amikor a bárányláb virágzik, akkor minden parcellán más mennyiségben van ott. Szóval sokszor igazából az is van, hogy ugyanazok a fajok vannak a szomszédos parcellákon, de teljesen más mennyiségben, mert hogy akár 2-3 hét különbség is lehet a szomszédos parcellák lekaszálása között, attól függően, hogy melyik család milyen hagyományok szerint végzi a kaszáló használatot. Úgyhogy ez az a ilyen parcella léptékű sokféleség, amit hogyha mondjuk már a gyimesiek nem fognak gazdálkodni, és a természetvédelem megpróbálja ezeket a gyepeket használni, akkor nem lehet ezt a nagyon apró léptékű sokféleséget biztosítani. És szépen látszik tényleg, hogy mennyire eltér ennek a három kaszáló típusnak a növényzete. Hogyha így megnézzük, akkor a fűfélék azok, ahogy haladunk ki a hegyre, akkor egyre kevesebb van, és ezzel szemben a pillangós növények, meg az egyéb virágos fajokból egyre több van. Ez tényleg nagyon fontos a sokféleség szempontjából, és ezt a gyimesiek is nagyon jól érzékelik. Egyrészt azt, hogy a fűfélék között nagy különbség van, tehát hogy amik a hegyen megvannak fűfélék, azok a benti kaszálókon nincsenek. Másrészt pedig ugye azt is mondják, hogy a kövérhelyeken, amik ugye a trágyázott bennvaló kaszálók, ott inkább imolásabb a fű, ami azt jelenti, hogy a fűfélék vannak ugye nagyobb mennyiségben jelen. Ezzel szemben a hegyi kaszálókon, amik sovány helyek, nincsenek ugye trágyázva, ott ilyen lapisabb széna van, ami ugye azt jelenti, hogy sokkal több a virágos növény. Ennek következtében sokkal több a gyógynövény is ezeken a helyeken, tehát ők is nagyon jól látják, hogy így a fajkészletre is ennek a használati intenzitásnak is nagy hatása van. Viszont nagyon sok hajtóerő, ilyen driver éri ezt az egész rendszert, ami elég alaposan átalakítja, meg megnehezíti ennek az egésznek a működtetését. Ugye említettem azt, hogy a gabonatermesztés felmaradt, ennek következtében megjelent a trágyafelesleg, és elkezdték a gyepeket trágyázni, főleg így tél végén, és ennek következtében igazából felgyorsult a növényzetnek az érése. Tehát sokkal gyorsabban eljut a növényzet abba az állapotba, amikor kaszálni lehet ezeket. Tehát ráadásul, mivel elkezdték trágyázni a gyepeket, úgy gondolják, hogy ezek most már sokkal jobban kivannak művelve, hogy ezek a gyepek, és kímélik őket jobban. Régebben általános volt, hogy tavasszal meglegeltették elsősorban a bennvaló, tehát a ház körüli kaszálókat, és akár május közepéig is, mivel nem volt elég szénájuk, ott legeltették az állatokat a kaszálókon, és tulajdonképpen a növényzet csak május közepétől kezdett el fejlődni. Most, hogy ezek így trágyázva vannak, nem merik ráhajtani az állatokat, úgyhogy emiatt is sokkal korábban érik be a növényzet.
Ezen kívül ugye az éghajlat is nagyon-nagyon változóban van itt is. Ez a kép ez 2019-ben készült, amikor volt egy hatalmas nagy árvíz, ami elvitte az utat is. Például Hidegségpatakán, ahol elsősorban kérdezősködtem ezekről, és hogy mik is azok a változások, amiket a gyimesiek is érzékelnek, hogy egyrészt emelkedik az átlaghőmérséklet, egyre melegebbek a nyarak, meg egyébként a telek is. Ez is ugye abban az irányban mutat, hogy gyorsabban kezdenek el a növények fejlődni. Korábban tavaszodik, és akár egy hónappal is korábban tavaszodik ki, úgyhogy sokkal gyorsabban nő emiatt is a növényzet, úgyhogy korábbra kerül a kaszálás. Aztán volt korábban itt az éghajlatnak egy olyan jellegzetessége, ugye nálunk is megvannak ezek a medárnapi esők, hogy júniusban van egy ilyen csapadék maximum, ami egyre kevésbé jelenik meg olyan markánsan, mint korábban, és a szárazság párosulva az egyre nagyobb meleggel szintén a növényzetnek a gyorsabb részét hozza. Ezen kívül pedig az aszályos időszakoknak a hossza is megnőtt a nyári időszakban, meg a napi maximumok is. Tehát igazából egyre többször vannak ilyen 30 fok fölötti hőmérsékletek, ami korábban nem volt jellemző. Ahogy valaki mondta, most a nap belesüt az agyukba tényleg, és igazából régebben, ahogy mondják, kalap nélkül is simán lehetett kaszálni, de most ki sem lehet menni a napra anélkül. Úgyhogy ezek is igazából mind abban az irányba mutatnak, hogy gyorsabban érik a növényzet. És egyre kevésbé működnek az ilyen időjárást jósló megfigyelések is. Itt van egy ilyen idézet, amit egy ilyen fókuszcsoportos beszélgetésben mondott valaki, hogy amikor a szénát csinálták, akkor mondta nekik egy idős néni, hogy ne törődjenek semmivel, nyugodtan menjenek be ebédelni, mert nem lesz eső, mert a tehenek kijöttek arra a hegytetőre, amit mindig figyelni szoktak, ott vannak a tehenek, úgyhogy nem lesz, meg amúgy is a vadméhek se zúgnak, úgyhogy biztos, hogy nem lesz eső. Itt nyugodtan bementek ebédelni, és délutánra olyan eső jött el, hogy vitt mindent, hogy igazából nem működnek már ezek a megfigyelések, meg a különböző állatok viselkedésének a figyelése, sokkal kiszámíthatatlanabb lett az időjárás. És mivel ugye a szénacsináláshoz azért kell, hogy legalább 2-3 napig ne essen az eső, mert le kell kaszálni, utána meg kell száradni, össze kell szedni, nagyon nehezen döntik most már el, nyilván most már van okostelefon, meg figyelik az időjárás előrejelzést, de nagyon nehéz kitalálni, hogy akkor mikor vágják le úgy a szénát, hogy ne ázzon meg, mert az meg ugye a minőségét rontja. Aztán vannak más olyan változások is, amik így a kaszálás időpontjának a meghatározását nehezítik. Egyrészt ugye megjelentek ezek a kaszálógépek, amik azt teszik lehetővé, hogy sokkal gyorsabban kaszálják le ezeket a gyepeket. Ugye azt mondják, hogy egy kaszálógéppel akár ilyen 7-10 kaszásnak az egynapi munkáját ki lehet váltani. Tehát sokkal nagyobb területeket vágnak le sokkal gyorsabban, így korábban jutnak el például a távolabb levő kaszáló területekre is. Emellett pedig kicsit így az értékrend is változik, tehát igazából régen nagyon sok megkötés volt annak kapcsán, hogy mikor lehet kaszálni, meg mikor nem. Ezek egyre inkább lazulnak, főleg azért is, mert hogy nagyon sok fiatal például külföldön dolgozik, és amikor tud, akkor hazajön, és akkor meg kell csinálni a szénát, hogy be tudjon segíteni. És akkor igazából a fiatalok gyorsan hazajönnek, és lekaszálják, amit lehet, és kevésbé vannak tekintettel a korábban még meglevő hagyományokra. És akkor ezek a hatások igazából mindannyian arra hatnak, hogy korábban érjen a növényzet, és korábbra kerüljön a kaszálás. Ezzel szemben van pedig egy támogatási rendszer, ami így az Európai Uniónak a támogatási rendszere, ami ugye ilyen anyagi kompenzációt ad a gazdáknak azért, hogy ilyen természetbarát módon hajlandó gazdálkodni. Viszont ebben vannak különböző megkötések is, és az egyik az az, hogy július 1-e után lehet csak kaszálni. Tehát, hogyha valaki szeretne pénzt kapni a kaszálói után, akkor csak július 1 után kaszálhat. Viszont igazából egyáltalán nincs összhangban most így a növényzetnek az érésével, ezért nagyon nagy gazdasági kárt okoz a gazdáknak, mert hogy tulajdonképpen július 1 után már a legtöbb helyen, főleg a bennvaló kaszálókon szalmává válik a széna, ahogy ők mondják, teljesen értéktelen lesz. Tehát, hogyha egy gazda arra is figyel, hogy állatjóléti szempontból mondjuk jó minőségi szénát adjon az állatainak, akkor nem teheti be a támogatási rendszerbe a gyepeket, mert rossz lesz a széna, meg még meg is szólják, hogy milyen szénát ad az állatainak. Hogyha ezt az egészet úgy megnézzük ilyen évkör-szerűen is, akkor ez a világos zöld mutatja az első kaszálásnak az időpontját, hogy az elmúlt 70 év alatt úgy körülbelül egy hónappal előbbre került a kaszálásnak az időpontja mindezen változások következtében. Tehát most már volt egy ilyen viszonylag állandósult időpont, hogy Szent János körül kezdték el kaszálni a bennvaló kaszálókat, most már azt mondják, hogy ez is későinek tűnik igazából. És miközben régebben mondjuk Szent István búcsúja után kezdtek el a hegyi kaszálókra kimenni, most már Szent István búcsújára legtöbben készen vannak a hegyi kaszálóknak a lekaszálásával is, tehát tényleg így néhány évtized alatt nagyon
jelentősen korábbra került a szénot csinálásnak az időpontja. Itt ezen az ábrán csak ezt érzékeltettem, a világos szürke nyilak azok olyan tényezők, amik a kaszálás időpontjának a hátráltatására szolgálnak, ezzel szemben a feketék azok meg mind az előbbre kerülésére, tehát egy elég nagy ilyen ellenmondásos helyzet alakul ki, és tényleg egyre többféle szempontot kell a gazdáknak figyelembe venniük ahhoz, hogy a kaszálásnak az időpontját meghatározzák. Ugye alapvetően ez egy tök egyszerű döntésnek tűnik, hogy mikor vágjuk le a szénát, valójában viszont rengeteg szempontot kell figyelembe vegyenek ahhoz, hogy ez tényleg minden mezőgazdasági, meg a családi gazdaság munkaerejét, a természetvédelmi előírásokat, a növényzet állapotát, az éghajlatot, az ünnepnapokat, és mindent figyelembe vegyenek, és akkor minden kritériumnak megfeleljenek. Csak néhány ilyen kompromisszumot említenék meg, amik így ezzel kapcsolatban fontosak. Ugye egyrészt a kaszálás és a széna minőségének, meg a mennyiségének a kérdése, hogyha korán kaszálunk, akkor jó minőségű szénánk lesz, ha későn kaszálunk, akkor pedig a max órást biztosítjuk, de rossz minőségű a szén. Ezt ugye minden évben végig kell mérlegelni egy családnak, hogy akkor melyik parcellákon hogyan fogja ezt megcsinálni. A trágyázással ugye meg lehet növelni a hozamot, mert egyrészt több lesz a széna is, meg lehet sarjút is kaszálni, viszont rosszabb minőségű lesz a széna, mert több fűféle terem az ilyen helyeken. Tehát igazából a szénának a minősége itt is egy nagy kérdés lesz, hogy akkor mekkora területeken is hogyan. Aztán maga a kaszálás módja is, ugye most már főleg kaszálógépekkel kaszálnak, de mindenki mondja, hogy sokkal rosszabb a szénának a minősége miatt, mert porosabb lesz a széna, mert a kaszálógéppel nem tudják kikerülni a hangyabolyókat, meg a vakontúrásokat, és emiatt igazából az állatoknak nem annyira jó az a széna, amit így adni lehet. Tehát vannak olyan kulcsfajok, ugye, amikre oda kell figyelni, mint például a takarmánybalta cím, amit így többször említettem, hogyha korán kaszálnak, hogy az jó minőségben ott legyen a gyepben, akkor a maxórást megint csak nem tudják biztosítani. És aztán van a támogatási rendszer, ugye, hogyha beadjuk a területünket támogatásra, akkor csak július 1 után kaszáltunk, rossz lesz a szénánk, de lesz valamennyi készpénzünk, vagy pedig lemondunk erről a készpénzről, és lesz jó minőségű szénánk. Illetve a támogatási rendszerben van még egy csavar, hogy a kézikaszálásra több pénzt adnak, tehát hogyha valakinek pénzre van szükség, akkor tud azzal játszani, hogy mondjuk kézikaszálásra adja be a területét, viszont akkor nagyobb a kockázat is, mert lassabban tudja lekaszálni, és mivel kiszámíthatatlanabb az időjárás, ezért neccesebb, hogy akkor még száraz időben be is tudja gyújtani azt a szénát. Ugye ha géppel kaszál, akkor elesik támogatási összegtől, viszont kisebb a kockázata annak, hogy megázik a szénája. Jól tudom, most úgy van, hogy 90 eurót lehet kapni a gépi kaszálásra, és 130-et a kézire, szóval hogy azért elég jelentős a különbség, és tényleg van, akinek ez a pénz is számít, és megfontolja ennek a kérdését. És ami a gond, hogy nagyon könnyű ellenőrizni, hogy valaki tényleg kézzel kaszált vele, mert hogy ugye légifotóról megy az ellenőrzés, és hogyha valaki géppel kaszál, akkor ugyanúgy, mint a focipályán, ilyen sávos lesz ugye a kaszáló attól függően, hogy melyik irányba döntött el a gép a tarlót. Úgyhogy a légifotóról nagyon könnyű azt leellenőrizni, hogy valaki tényleg géppel kaszált-e, vagy pedig kézzel. Van még egy olyan csavar a történetben, hogy emiatt igazából van egy olyan társadalmi intézmény, a széna csináló kaláka, aminek a léte az egyre inkább így megkérdőjeleződik, nem a széna összegyűjtésének, hanem a lekaszálásának a kalákás megoldása. Mert hogy amiatt, hogy ha valaki beadja támogatásra a területét, és csak júliusban tudja megkezdeni a kaszálást, akkor nincs ideje arra, hogy másoknak besegítsen, de majd erről mindjárt. Hogyha ezt így összesítjük így az elmúlt 70 évre, amit így három ilyen markáns korszakra oszthatunk, hogy ugye így a rendszerváltás előtti időszak, a rendszerváltástól az EU csatlakozásig, meg az EU csatlakozástól napjainkig, akkor azt látjuk, nem akarom így a részleteket itt elmondani, csak a vonalaknak a számát szerettem volna érzékeltetni, hogy egyre többféle ilyen hatóerő hat erre az egyetlen döntés, hogy mikor kaszáljuk le a szénát, és egyre többféle kompromisszumot kell a gazdáknak megkötni, amikor ezt eldöntik. Tehát egyre bonyolultabb a helyzete ezeknek a gazdálkodóknak, amikor mondjuk egy ilyen egyszerű döntést meg kell hozniuk, és ez tényleg gyakorlatilag ilyen napi beszéd téma is, hogy milyen nehézségek vannak így a széna csinálás. És akkor ugye, ahogy említettem, ez abban is megmutatkozik, hogy most nincs idő arra, hogy mondjuk amikor július 1 után végre neki lehet állni a kaszálásnak, akkor mondjuk elmenjen valaki 2-3 napot segíteni másoknak, hogy aztán majd neki is besegítsenek ugyanazok az emberek, hanem mindenki a magáénak nekiáll és egyedül elkezdi a szénacsinálást, hogy július 1 után ne vesztegessen napokat, mert aztán még tovább vénül a széna. Ugye az, ahogy megjelentek a gépek, igazából ez lehetővé is vált, hogy mindenki egyedül szépen nekiáll, és akkor elég nagy területeket egyedül is le tud kaszálni. És akkor így ezek a tényleg a kaszálókalákák, azok egyre inkább eltűnnek.
És ezt ugye még így elősegíti az is, hogy a külföldi munkavállalás az elég erősen jelen van a területen, és azért a fiatalok sokszor nincsenek itt, amikor a széna csinálják. Tehát igazából van egy ilyen EU-s szintű politikai szabályozás, ami így a közös agrárpolitikából rátelepszik erre az egész rendszerre, és ezen kívül a klímaváltozás, meg abból adódóan azok a biológiai változások, amik így beindulnak, ezek mind abba az irányba hatnak a gépesítéssel együtt, hogy ez a kasszáló kaláka eltűnjön, aminek meg egyébként elég fontos szerepe van így a társadalmi kapcsolatoknak az alakításában. Tehát emellett azért a széna begyűjtésére szóló kalákák azok sokkal jobban megmaradtak, de igazából a gazdálkodásban még így a megmaradtak közül ez a kettő olyan fontosabb intézmény van, ami tényleg akár az ilyen társadalmi tőke vagy szimbolikus tőke szempontjából is fontos lehet a gazdálkodók számára, és ebből az egyik az most úgy elég erősen eltűnőben van. És akkor úgy zárásul csak néhány gondolatot annak kapcsán szeretnék mondani, hogy miért is olyan különleges ez az egész, és mik a legfontosabb érdekességei, hogy tényleg itt gyakorlatilag olyan gyertípusokról beszélhetünk, amiket az ember alakított ki, tehát egy alapvetően erdős tájban az ember létrehozott egy olyan élőhelytípust, ami sokkal fajgazdagabb, mint ami ott eredetileg ezeken a területeken lenne. És tényleg ilyen európai léptékben is kivételes ez a fajgazdagság. Mondjuk éppen most a napokban olvastam egy cikket, hogy megdőlt a rekord. Tehát most a szénásokban, a Kolozsvár mellett találtak egy olyan gyepet, ahol 10 négyzetméteren 111 féle növényt találtak. Gyimesben 16 négyzetméteren 83 faj az, amit mi találtunk, de még így is azért Gyimes ott van az 10 leggazdagabb, vagy fajgazdagabb európai táj között. Igyekszünk majd keresni jobb helyet. És hogy tényleg itt ugye még megvan ez a külterjes ilyen hagyományos gyep használat, amit tényleg egyre kevesebb helyen látható, és hogy itt is talán így sikerült érzékeltetem, egyre inkább recseg ropog ez az egész rendszer, és egyre kevesebben gondolják azt, hogy ezt így érdemes csinálni. Az a család, akiknél legtöbbször szoktam aludni, velük beszélgetve, és ők is azt gondolják, hogy a mostani 40-50 évesek, hogyha ezt befejezik, akkor alig marad majd valaki, aki ezt csinálni fogja. És tényleg ez egy olyan komplex gazdálkodási rendszer, ami egy olyan mentalitást is kialakít, ami igazából nem nagyon pótolható. Olyan hajtóerők hatnak erre az egész rendszerre, és nem csak a klímaváltozás, hanem egyéb ilyen társadalmi, kulturális hatások is, aminek az egésznek a működését megnehezítik, és egyre sérülékenyebbé teszi ezeket a kis gazdaságokat. Ugye az a baj, hogy ezek, mivel nagyon kismérletű gazdaságok, ilyen 3,8 hektár egyébként az átlagos birtokméret, amúgy is ilyen gazdasági szempontból is nagyon sérülékenyek, és tulajdonképpen az egész EU-s rendszer is, meg az egész közgazdasági környezet arra van kitalálva, hogy ezeket a rendszereket meg kell szüntetni, mert hogy nem életképesek. És a román kormány is igyekszik egyébként a közepes méretű gazdaságok felé, tehát egyfajta ilyen birtokkoncentráció felé tolni a rendszert, mert hogy egyébként az államra is olyan adminisztrációs terhet is ró az, hogy ennyi kis gazdával kell az EU-s szabályozásokat is betartatni és szerződni, hogy az állami apparátus sem mindig tudja ellátni így a feladatát megfelelően. És akkor ennek következtében tulajdonképpen, ha természetvédelmi szempontból is az lenne jó, hogyha ez a rendszer így fent tudna maradni, tulajdonképpen minden ellene szól, és szépen. Miközben tényleg így a családi gazdaságoknak így ez a versenyképessége csökken. Néhány olyan példát lehet találni, amikor valakinek sikerül olyan termékeket például előállítani, ami egy megfelelő megélhetést tud számára biztosítani. És ami ugye a gond, hogy van ez a támogatási rendszer, de nagyon sok cikk szól arról is, hogy kulturálisan sem fenntartható ez a támogatási rendszer. Azokban az nyugat-európai országokban, ahol most már tényleg több, vagy lassan két évtizeden működnek ezek a támogatási rendszerek, ott is lehet látni azt, hogy igazából a gazdák addig csinálják ilyen természetbarát módon a gazdálkodást, amíg kapnak érte pénzt, és amint megszűnik a támogatási rendszer, visszaállnak egy sokkal intenzívebb gazdálkodási formára. Tehát igazából ez az anyagi jellegű ösztönzés nem segít abban, hogy a mentalitása megváltozzon a gazdálkodóknak a természet iránt, és ennek következtében igazából tényleg így fenntarthatatlan hosszabb távon ez a rendszer. Ami viszont a gond, hogy így kiderült az, hogy egyrészt ezeket az írtásréteket nagyon nehéz helyreállítani, tehát hogyha valahol mondjuk Gyimesben is felhagyják ezeket a területeket, a talajból is nagyon gyorsan eltűnik ezeknek a gyepi növényeknek a magja. És hogyha nincs a közelben már másik gyertelően, gyakorlatilag lehetetlen évtizedek alatt sem lehet ezeket helyreállítani. Ugyanakkor az a gazdálkodói mentalitás is, ami most még Gyimesben megvan, nem tartható fent sem az anyagi ösztönzéssel, sem más eszközökkel. Tehát igazából
azt mondhatjuk, hogy azok a tájak, ahol még megvan ez a mentalitás is, és megvannak ezek a gyepek is, azok ilyen megkülönböztetett figyelembe kellene részesüljenek, akár Európai Uniós szinten is, még ha akár csak az elkövetkező 20 évre is tudjuk mondjuk megmenteni ezt az egész rendszert, meg ezt a tájat, mert hogy tényleg olyan természeti, meg kulturális értékek is kapcsolódnak hozzá, amik nagyon fontosak lennének igazából. Úgyhogy én röviden ennyit szerettem volna, vagy nem annyira röviden, ennyit szerettem volna mondani. Nagyon szépen köszönöm egyrészt a nyilvási ismerősöknek a sok segítséget, és szépen a figyelmet. Köszönöm, megnézhetjük az ismerőséget. Sajnos vannak néhányan, akik már nincsenek köztünk. Ott is azért így a nagy öregek most már kezdtek elmenni. Köszönöm hát szépen. Köszönjük szépen. És akkor most van itt a kérdéseknek az ideje. Dani, hogyha kilépsz a betűnésre. Igen. És kikkelnék egyszer az Andira. Akkor látjuk azt, hogy van valakinek kérdése. Hát a minket online... Nagyon furcsa képernyőt látunk. Mit láttok? Hát kicsibe benneteket, és nagyba pedig... Na így jó. Jó. Oké. Okay. Jó. Tehát az online jelenlevőktől is várjuk a kérdéseket, és az itt levőktől is, úgyhogy tessék parázsolni. Ágnes. Mennyire néztétek, hogy milyen rendszerben adják fel a birtokokat támogatásra, mert én azt tapasztaltam, hogy a belsőket, azok, tehát a belsőkre nem kérnek olyan támogatást, amire a július 1-e az érvényes. Mert hogy igazából a teljes csomagot meg tudják kérni a legelő területekre, ami egyébként a legnagyobb a birtoktestből. Tehát, hogy az arra kapnak, nem tudom, 135 automatikusan, és akkor a többire már nem kell igazából. A hegyi kaszálókra lehet, mert hogy azokat úgyse kezdik el augusztusig kaszálni, tehát igazából ez a július 1-e, ez nem biztos, hogy annyira megköti őket. Igazából az szokott lenni a probléma, hogy nem mindig tudják, hogy kértek-e rá, tehát hogy milyen támogatást kértek rá. És hogy nem kéne megkötésnek lennie, de közben meg... Igen, szóval az egyik dolog tényleg az, hogy sokszor, ezek sokszor 5 évre szóló szerződések, és tényleg nem mindig tudják azt, hogy pontosan mire is szerződtek. És tényleg az van, hogy legtöbb család igyekszik a bennvaló területeket kihagyni ebből a támogatásból, vagy ebből a bizonyos csomagból. Van, akinek szüksége van rá, tehát ezért én több olyan családot is ismerek, ezeket is föl kellett, hogy adják támogatásra, mert hogy a bevétel az volt annyira fontos, és tényleg ugye az van, hogy a hegyi kaszálókon ez nem számít, és a legelőkön sem, és ami egyébként a gondja is még a támogatási rendszernek, hogy ugyanannyi pénzt fizett a kaszálókra és a legelőkre, miközben ugye a kaszálókkal sokkal több munka van. Ezért például manapság is azt látjuk a tájban, hogy nagyon sok kaszáló, mert hogy ugyanannyi pénzt kapnak érte, és sokkal kevesebb munka van. Ott elég néhány évente a cserjéket kiírtani, és akkor igazából teljesen rendben van, miközben a kaszáló. Azt látom én is, hogy főleg azáltal, hogy a külföldön dolgozó fiatalok is tudnak pénzt küldeni, hogy egyre kisebb gond az, hogy ebben való kaszáló támogatásba kerülése miatt mondjuk a számít. Viszont maga a tudat, hogy ilyen szempontból korlátozó vannak, egyébként nagyon sokakat zavar. Tehát azt látom, hogy az, hogy beleszólnak kívül ebbe, és főleg úgy, hogy az időjárási hatások sincsenek ebbe figyelembe véve, az még annak ellenére is, hogy magát a gyakorlatot nem feltétlenül zavarja, így a tudat az akad. És ezért is szeretnének egy olyan rendszert inkább, ami kevés ilyen megkötést tartal. Köszönjük szépen. Kis Bántanár még kérdezni szeretne, azért jelent meg?
Aha. Még nem halljuk tanárnő. És most? Most igen? Igen. Jó, mert itt ügyetlenkedtem hanggal, képpel, mindennel. Hát egyrészt nagy gratulálok a Daninak, nagyon érdekes volt, és amit kérdezni szeretnék, az egy picit ezen kívül van. Ha a legelején elmondtam, mikor nekem nem volt hangom, akkor bocsánat, hogy a lendületben több helyszínen dolgoznak-e, vagy, és akkor azok melyek, és hogy körülbelül hányan, és nekik mi a hátterük, tehát a felkészültségük. De Dani a vezető, aki nem tudná, úgyhogy akkor halljuk. Hát heten vagyunk alapvetően a kutatócsoportban, ökológusok is, és néprajzosok, antropológusok is. Alapvetően Gyimes, Őrség, Kárpátalja, illetve a tiszántúli pásztor közösség az, ami így a kutatási helyszíneket kijelöli, és a Néprajzi Intézetből Magyar Zoltán, Mészáros Csaba és Borbély Sándor, illetve Borsos Balázs, akik tagjai a kutatócsoportnak, és akkor az ökológiai kutatók, pedig Molnár Zsolt, meg Ulicsi Viktor, akik részt vesznek ebben. Köszönöm szépen, ez nagyon érdekes, ez a négy helyszín, úgyhogy már nyilván más körülmények között a többiről is fogunk hallani. Köszönöm. Hát engedi, hogy el tudunk menni. Hát igen. Mert hogy most ezek felkerültek, hogy nem tudtok kijárni, és valamelyik új terep lett volna? Kárpátalja lett volna teljesen új terep, és ott sok nehézség van. Most már sikerült eljutni egyszer, de vannak problémák, tehát például pont Borbély Sándor lenne ennek a felelőse ennek a terepi helyszínnek, és akkor éppen Sputnikkal lett beoltva, amit az ukránok nem fogadnak el, úgyhogy ezt is meg kellett oldani, hogy akkor ő hogyan tud a határon, úgyhogy hiába van beoltva, de pont azzal, aminek, amivel nem kéne. Vannak ilyen nehézségek, de igyekszünk megoldani őket. Ugye a Borbély Sanyi az, aki odavaló, tehát neki van valami támaszpontja ott. Én nekem két kérdésem van, Dani. Az egyik, hogy amikor azt mondod, hogy kicsik a szálú, akkor mindig egységekben kifejezett területekről beszélsz, de hogyha mondjuk ilyen munkaórában, munkanapban kéne megfogalmazni, mondjuk régi kicsikaszára, akkor azok mekkorák, ez az egyik. A másik meg, itt a végén megütötte a fülemet az, hogy azt mondod, hogy nem lehet helyreállítani az írtás réteket, hogyha egyszer vissza erdősödtek, hát ha nem lehet helyreállítani, akkor hogy alakultak ki? Nehéz visszaállítani, igen. Szóval egyrészt a kaszálóknak a méretét, azt még így a kézikaszálokon is, hogy alapvetően azzal mérték, hogy hány bogja széna terem meg rajtuk, és tulajdonképpen ugye a kézikaszálás mellett nem voltak hátrányok ezek a kis kaszáló területek, a hegyi kaszálók azok sokkal nagyobbak, ott volt, hogy egy-egy kaszálóhoz egy családnak két hétre vagy egy hétre oda kellett költöznie, hogy megcsinálják a szénát. Ezért is alakult ki az a rendszer, ugye, hogy ilyen kalibák vannak a hegyen környékén, hogy ott tudjanak aludni, és amikor a szénacsinálás van, vagy pedig ősszel szokták megeltetni ezek a helyeken, akkor lehet. Alapvetően egyébként ők árban mérik a kaszálókat, ami ugye 100 ár egy hektár, és azt azért általában szokták tudni, hogy egy-egy kaszáló terület hány ár nagyságú, és akkor emellett pedig az, hogy a teremben mérik. A gyepek regenerációja kapcsán pedig igazából az van, hogy nagyon nehéz. Tehát úgy van, hogy a kutatások azt mutatják, ugye, hogyha beerdősödik egy terület, akkor körülbelül olyan 10-15 év alatt eltűnik a talajból annak a gyepi magbanknak a készlete, ami mondjuk a regenerációt segíthetné. Tehát, hogyha ezen belül történik meg még a cserjéknek, a fáknak a leírtása, akkor még van a talajban egy magkészlet, ami segítheti ezeknek a gyepeknek a regenerálódását. Hogyha ezt az időt meghaladtuk, akkor igazából ez már nem segít, és az sem, hogy igazából amennyire ilyen más tájakban is ezt érzékelni lehet,
hogyha vannak is a közelben olyan gyepek, ahonnan mondjuk a magok átkerülhetnek ezekre a területekre, nagyon kevés olyan szélelterjedő növény van, ami meg tud telepedni ezeken a helyeken. Ilyenkor esetleg a legeltetéssel lehet segíteni ezt a folyamatot, hogy az állatok a bundájukon, meg az emésztőrendszerükön keresztül is nagyon sok magot tudni a tájban. Például a transzhumáló legeltetésnek is nagyon sokat kutatják az ilyen jellegű hatását, hogy mennyire tudják mozgatni a növényi szaporító képleteket a tájban. Tehát, hogyha ha már túl vagyunk azon az időn, hogy a talajból nem tud regenerálódni ez a fajkészlet, akkor meg kell oldani valahogy a mozgatását ezeknek a fajoknak. És egyébként a gyimesiek, az a feltételezésünk, de nem sikerült ennek kapcsán az interjúban adatokat szerezni, hogy a szénamurhának a használata az nagyon nagy segítség lehetett a gyepeknek a gyors kialakításában. Tehát, hogy amikor az erdőket ők leírtották, akkor könnyen lehet, hogy már valahonnan ők szénamurhával meggyorsították ezek a gyepeknek az alakulását, és így tudtak egy olyan fajkészletet is ott kialakítani, ami ezt a fajgazdagságot biztosította. Vannak itt olyan fajok, amik arra utalnak, hogy Európában több olyan kutatási eredmény is van, hogy ott vannak leginkább ilyen fajgazdag gyepek, ahol legalább a bronzkor óta ott. Amikor itt a elmúlt tizedre évnek a történetét nézzük, akkor volt egy időszak, amit ilyen klímaoptimumnak nevezünk, amikor a fájszárú fajok el tudtak indulni és nagyon elterjedni. Főleg a tölgy, a bükk, de így a lucfenyő is ebben az időszakban. Tehát tulajdonképpen Imes is teljesen be tudott volna erdősödni. Alig van egy-két olyan sziklakibúvás például ebben a tájban, ami olyan, hogy nem tudott erdősülni. És igazából ezekben a tájakban annak a fénykedvelő flórának, ami a jégkorszak után jelen lehetett ezekben a tájakban, nem nagyon maradt volna hely, csak ott tudtak ezek megmaradni, ahol már a bronzkorban olyan közösségek voltak, akik nyitva tudták tartani a tájat, és nem hagytak mindent erdősödni. És igazából tényleg ott vannak a legfajgazdagabb gyepek, ez meg van. Nyilván nem egy adott gyep terület, hanem a tájban mindig volt olyan nyitott rész. És az a feltételezésünk, hogy mivel a Pogány havason meg a van egy Sien nevezetű hegy, ami most is így a főút mentén található. Ezeken a hegyeken egy csomó olyan növény van, ami ezeknek a jégkorszak utáni hideg sztyeppéknek a jellegzetes fajai, hogy valószínűleg itt akkor is már egy fontos közlekedési útvonal lehetett, és valami hogyan mindig nyitva van bizonyos területek. Voltak olyan gyepek, amik annak ellenére, hogy a középkorból nincsen az intenzív tájhasználatra utaló adatunk, de mondjuk a közlekedés miatt nyitva maradtak, és akkor azért maradhattak fenn ezek a fajok, és már voltak olyan gyepek, amiket mondjuk lekaszálva a szénamurháját már tudták esetleg az első megtelepülést is hasznosítani, és akkor így erősíteni és gyorsítani a gyepációt. Viszont ezekre vagy az állatokra, vagy pedig erre a szénamurhára szükség van, különben nem nagyon lehet ezeket a gyepeket hosszabb távon így helyreállítani. Igen, tehát ez egy ilyen rejtélyes. Igen, tehát ez egy ilyen rejtélyes kérdés Gyimes kapcsán, és igazából egy lábterületnek a megfúrása segíthetne, hogy egy ilyen pollenvizsgálatot tudjunk csinálni, ami ugye az elmúlt 10 000 évet esetleg így pollen szempontjából segíthetne feltárni, csak az a baj, hogy Gyimesben nagyon kis kiterjedésűek ezek a lápok, és a legtöbb az össze van taposva, ugye marhák, hogyha belelépnek, és egy ilyen fél métert összetaposnak az eléggé elroncsolja ezt, tehát igazából nem nagyon találtunk még olyan helyet, amit érdemes lenne megfogni, hogy meg tudjuk nézni azt, hogy noha az írásos források szerint így mondjuk ugye 16. századig nem nagyon volt intenzívebb tájhasználat, és régészeti leletek sem nagyon vannak ebből a régióból, tehát Csíki-medence elég jól feltárt régészetileg, de ilyen csíkszeredai régészekkel beszélve nem nagyon találtak, keveset is kerestek, de nem nagyon találtak ebből intenzívebb tájhasználatra utaló nyomokat, de a fajkészlet mégis azt mutatja, hogy valaminek kellett lennie. Én ahhoz a megjegyzéshez szeretnék csatlakozni, hogy kérdezni. Arról beszéltél, hogy az idősek meg a középkorúak nagyon sokszor mert említik már azt, hogy a fiatalok, vagy majd később a fiatalabb nemzedék már nem nagyon fog ezzel az ügyen mit kezdeni. Ugye én is elég sok fiatalral beszélgettem, így főleg kaszálás, vagy szénecsinálás, vagy bármi után, hogy az apámat csak a fűérnek érdekli, hogy milyen zsíros, és mindig a fűről beszél, és hogy az mondjuk így mennyire jelenik meg problémaként, hogy azt úgy látják, hogy hosszú távon lehet, hogy valami lesz, hogy esetleg nem tanulják, nem tudják meg a fiatalok, és hogy így azt néztétek-e biztos, hogy így konkrétan milyen tudással, meg tudásokkal rendelkeznek. Illetőleg, hogyha már
láthatóan mondjuk ők is érzékelik már, mint hogy az idősebb generáció, hogy itt tényleg az átadás az így veszélyben van, hogy így van-e válságterv, hogy hogy lehetne ezt a tudást kihelyezni, vagy hogy ez így mennyire téma. Az idősek. Az idősek. Hogy így, na, tűnik el, mit lehet kezdeni a helyzettel. Igazából a növényismeret kapcsán azt néztük, hogy milyen különbség van a különböző generációknak a növényismerete között. Nehéz megítélni, mert hogy nagyon sok cikk foglalkozik azzal, hogy az nem elég, hogyha megnézzük az időseknek, a középkorúaknak, meg a fiataloknak a növényismeretét, mert hogy közben a táj is változik, meg mindenki más életszakaszban van, és nem biztos, hogy mindenki ugyanolyan ütemben tanul. De azért az elmondható, hogy a fiatalok, tehát így a 20 év alatti fiatalok, körülbelül azért a felét ismerik annak a növényfajkészletnek, amit a legidősebbek, és sokkal nagyobb a szórás is az egyének között. Tehát hogy a középkorú, meg az idősebb generáció tagjai között, akiket mi legalábbis kérdeztünk, azt tapasztaltuk, hogy vannak kiemelkedő tudású egyéniségek, specialisták, de azért van egy elég magas átlagtudás is ezekben a nemzedékekben. A fiataloknál sokkal ingadozóbb, hogy vannak olyan fiatalok, akik azért jobban érdeklődnek ez a dolog iránt, meg gondolkodnak azon, hogy ők azért így gazdálkodnának, sokkal többet ismernek, és vannak, akik meg egyáltalán nem ismernek, ők meg sokkal kevesebbet. Tehát alapvetően a növényismeret kapcsán tudom ezt csak mondani, azért a legtöbb fiatal kénytelen, aki legalábbis ott van bekapcsolódni még a munkánkba, tehát így ezekkel kapcsolatos készségeik azért még ugyanúgy megvannak, csak esetleg így a tájismeret, vagy így a természeti környezetnek az ismerete az, ami így eltűnik lassan emögül. És ami pedig a válság tervet illeti, nagyon sokszor beszélgetünk erről, nyilván így nagyon sokszor fölmerül ez a téma, és azt én is érzékelem, hogy ezt gondnak érzékelik, meg problémaként élik meg az idősek, de nem nagyon találkoztam azzal, hogy ez erre valami válságtervük volna. Igazából azt nagyon sokan mondják, hogy hihetetlen nagy munka volt ezeket a gyepeket kialakítani, és sajnálják, hogy ez el fog tűnni. Valószínűleg vannak egyébként azért jó kezdeményezések, tehát például van egy fiatal ember, Gyümölcsbükkön, Sári Gatilla, ugye, aki például kifejezetten és célzottan igyekszik ilyen hagyományos módon gazdálkodni. Ugyanakkor például ő azáltal tud érvényesülni, hogy nem hagyományos termékeket állít aztán elő olyan tejtermékeket, amik nem voltak hagyományosak, emiatt ez sokatnak nem is tetszik egyébként, hogy az nem sajt, amit ő készít például, már hogy ízesített sajtokat készít jobbára. De ezen kívül nem nagyon látom azt, és egyébként az ő példája pedig egyébként tényleg elég jól elboldogul így a családjával ezt a stratégiát követve, de nem sokat, legalábbis Hidegségpatakán, ahol én elsősorban járni szoktam, nem nagyon látom azt, hogy ez mondjuk egy ilyen követendő, vagy egy jó példának tűnne ott. Igen. Ezt nem biztos, hogy hallotta mindenki. Tehát azt mondta az Ágnes, hogy nem is mindenki tudja megtenni a társadalmi képéje miatt, mert hogy még budapesti felségében. És oda árulnak? Inkább Csíkszeredába, a közeli városba kisítik. Még egy lehet? Egy rövid kérdés, visszatérve a állat taxonómia. Itt elég nagy átjárás van a fajok között. Sok ilyen példátok van? Vagy én a kakukra emlékszem, amit egyszer régebben mondtál, most a medvék kapcsán mondtad. Sok ilyen példa van? Hát igazából nem. Tehát van egy olyan történet, hogy a kakuk átalakul héjává. Ez igazából abból adódik, legalábbis ahogy így interjúk meg a saját gondolataink alapján, hogy a kakukk az így június vége felé elhallgat, és a röpképe, meg a tollazatának a mintázata is nagyon hasonlít a héjának a tollazatára, és hogy igazából pont amikor a kakukk elhallgat, és ezáltal igazából a gyimesiek számára nagyon nehezen megfigyelhetővé válik, mert hogy főleg a hang alapján érzékelik a jelenlétét, pont ebben az időszakban kelnek ki a héja fiókái, és kezd a héja járni a csirkék, mert a csirkék is ebben az időszakban vannak, mint az udvarokon. És hogy igazából egy ilyen logikus lépés azt gondolni, hogy akkor a kakuk átalakult éjjelvá, és így jelenik meg. Egyébként
van, aki még ennél részletesebben is ismeri a történetet, és azt mondja, hogy van egy köztes állapot, hogy előbb a kakukk pércsévé alakul, ami ugye kisebb, és aztán utána lesz belőle héja, és hogyha megöregszik, akkor sas lesz, tehát így zárul a történet. És ezen kívül van ez a vérmedve és hangyászmedve közötti kapcsolat, illetve amit említettem, hogy néhányan úgy gondolják, hogy az öreg egérből lesz a denevér. Igazából, ha így átgondolom, akkor ez a három ilyen átváltozás történet van, vagy adat. Ha nincs kérdés, és online sincs kérdés, akkor én még egyszer nagyon szépen köszönöm Daninak az előadását, és gratulálunk hozzá. Köszönöm.